szintén Indiából származik. Nepálból. Nepálból. Okay. A legosabb út, ha Nepálból. Oké, rendben. Most ugye mindenki vallásnak vannak védikus alapjai, védikus előzményei, de honnan származnak a védák, ki írt őket, mi az eredete, illetve hogy mit lehet tudnunk a védákról. Először Bakti Pátász, Krisnaiből lelkészhez teszem fel a kérdéseket. Ugye magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének avatott papja és utazó tanító, talán elég sokan ismerhetik akár a YouTube-ról, Facebook-ról, sokakhoz eljut az ő üzenete. Mindenkinek jó napot kívánok! Nagyon csodálatos, hogy sokan eljöttek, köszönjük szépen! Védikus írások származnak szótól Veda, ugye ez a szanszkrit szó. Veda szó azt jelenti, hogy tudás. A Vedának a gyök, Veda szónak a gyök szó, ez a vid. Vid azt jelenti, hogy látni. Veda, ez egy tudás, ami egyféle látásot alakítja az emberben. És mivel a védikus írások, vagy a védának, a tudásnak a származása, ez az Istennek a szempontja, ugye Isten, aki teremtette a világot, neki van, hogy ő hogyan látja a világot, hogyan látja minket, és a védában, ebben a tudásban ő ezt kinyilatkoztatja, és utána, ugye előtte több mint 5000 év ezelőtt, akkor szájtól, szájról szájra származott, vagy terjedett a Veda, a tudás, nem volt szükség írásra, mert az ember, mivel tiszta életet élt, akkor rendkívüli tiszta volt a tudatja, volt nagyon erős memória, és nagyon éles intelligencia, ezért abban a korban embernek egyszer csak elég volt hallani a tudást, és akkor ő meg tudta jegyezni, és megvalósítani, ugye, mert megint tudás, az azt jelenti, hogy látni is. Szóval nem csak információ a Veda, hanem ez egy komoly lelki látást is adja embernek, mert adja, hogy a Veda nagyon gyakorlatias, ott nem lényeg, hogy beszélni, hanem a praktika, a gyakorlatok, az egy hangsúly van a Védában, másképp nem lesz Veda, ember nem fog látni. De és azzal kezdi, ugye, hogy például mindenki egy lélek, és nekünk most nyugati emberek számunkra ez egy információ, de aki tényleg Bhakti Vedanta, aki védás, védákkal rendelkezik tudatjában, akkor ő látja is a lelkeket. Szóval ez a Veda. És 5000 év ezelőtt kezdődött egy korszak itt a Földön, az univerzumban, amelyik hatására az embernek az élethossza kezd csökkenni a memória, intelligencia, ugye például az, hogy most nagyon könnyen meg lehet minket bántani, ugye mi nagyon gyorsan meg tudjuk sértődni, nem tudjuk megbocsájtani. Ez az intelligenciának a betegsége, a problémája. Ezt mutatja, hogy akkor nagyon gyenge. Gyenge a memória, amikor nekünk valaki bemutatkozik, akkor 5 perc múlva, vagy 1 perc múlva nem emlékszünk, hogy hogy hívtak őt. Ezért le kellett írni védákat, másképp még nem is tudunk emlékezni, és akkor 5000 évvel ezelőtt Himalájukban Vyasa Dev egyik felhatalmazott személy, ő leírta a védákat. Ez egy hatalmas nagy tudás, minden területről szól, bármi, ami életünk során találkozunk, mindenről tud mondani a Veda. Sokan hallották asztrológiáról, ugye védikus asztrológiáról, ez a ugye, Veda Parashara Hora Shastra, ugye ez a Védának egyik tudománya, akkor az a Ayurvédáról sokan hallottak, járnak Ayurvéda orvosokhoz, ez is onnan származik, és ott van attól kezdve, hogy hogy kell egy házat építeni, a vasztu, úgy szokták mondani, hogy vasati, ugye nyugati, de hogy vasztu purusa, vasztu sastra, ugye ez a háznak, az építészetnek a
tájak szerint, hogy kell építeni nagyon sok minden, hogy hol legyen a ablak, bejáratnál, nem mindegy, hogy hogy van elhelyező házunk. Akkor pszichológia világban van, hogy hogy kell kapcsolatokat építeni, arról is van szó, hogy mit jelent férfinek lenni, mert a védák szerint biológiailag lenni férfi testben, női testben, ez nem jelent, hogy én férfi vagyok, vagy nő vagyok. Azt is megtanítják, hogy hogy kell lenni nőnek, hogy kell lenni férfinek, férnek, feleségnek, hogy kell politikát vezetni, hogy kell harcot vezetni, és végül, szóval ez sok-sok-sok anyagi, ami nekünk szükség van, tartalmaznak a védák, és ugyanakkor a legfontosabb az a lelki. Ugye a védáknak van egy fő végkövetkeztetése, írása, Vedanta Sutra, vagy Brahma Sutra, és ez a könyv elmondja, hogy minden tudásnak, ami végtelen sok, végtelen nagy, mi a fő mondani valója, és akkor azt mondja, Adhato Brahma Jigyasu. Arról szól, hogyha végre, amikor te egy lélek emberi testbe születtél, akkor érdeklődj a legfelsőbb irányt. Tedd fel a kérdésekre, hogy ki vagyok én, miért megszülettem, honnan jöttem, hova megyek, ki Isten, mi ez az anyagi világ, mi a kapcsolat én Isten között ezzel a világgal. Ezt mondja Vedának a végkövetkeztetése, hogy embernek a életnek az értelme ezeket a kérdéseket feltenni. Ez a röviden Vedáknak a bemutatása, mivel nagyon sok minden tartalmaz, lehet végtelenségben beszélni, de tiszteljük másokat is, és átadjuk a szót. Köszönöm szépen, akkor mindjárt áttérjünk ugye erre a másik világvalláshoz, amit egy kicsit érdekesen vezettünk be, mert ugye én tévesen azt mondtam, hogy Indiából származik, mire engem akadtok, hogy nem is Indiából, hanem Nepálból. Akkor jó volna, hogy hallanánk egy kicsit ennek a vallásnak az alapítójáról, illetve hogy Buddha végül miért veti el a védikus tanokat, illetve elveti el őket igazán. Aki erre a kérdésünkre válaszolni fog, pedig nem más, mint Cser Zoltán, a buddhista főiskola tanára, rektor helyettese volt, illetve a buddhista egyháznak az igazgatója. És köszöntök mindenkit. Egy-két rövid információ, hogy az, amit láthatok, az nem viaszból van, az tornának hívják, hogy a fényképen volt, az azt jelenti, hogy ez egy felajánlás sütemény, lényegében tibetül tornának hívják, szanszkrit nem, vagy a bali, ez a hús áldozatot helyettesített, tehát az isteneknek felajánlás, mindegyik istenségnek megvan a saját torma formája, úgyhogy ezek ilyen önmagában mandalák, és nem viaszból, hanem árpaliszból készülnek, és vajból. A Namjo Rengekyo mantra az azt jelenti, hogy a Lotus Sutra nevében, tehát az egy érdekes interpretáció volt, amit a japán mester mondott, de maga a Nam nevében, Myoho Rengekyo az a Lotus Sutra nevében. Lotus Sutra az a japán vonalakon az egyik ilyen fő tanítás, aminek a címét recitálják, és a címének, önmagának a címnek a recitációja azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a Lotus Sutrának a tudásában lehet részesülni, hogy persze nyilván az, hogy minden lény buddha természettel bír, meg hogy egy ősvény van. A harmadik dolog a Svayambhunath stupa, ami azért érdekes, mert és ezért lehet ugye Nepált azt egyfajta forrásnak tekinteni, nem csak azért, mert a Buddhának a születési helye a Lumbini liget az Nepálba esik ma. Ugye Narayan említette, hogy India annyira háklis erre, hogy a másolatát megépítették a határtól, nem messze a Nepál határtól, olyannyira, hogy régi téglákból építik, tehát hogy lehet, hogy 200 év múlva már azt fogják gondolni, hogy valóban egy ősi szentélyről van szó, de valójában a Lumbini liget, ahol nemrégiben fedezték föl a legrégibb buddhista templomnak a maradványait, az a buddha születései az Nepálba esik. Tehát én értelemben ez a szakja fejedelemség, ez ugye Nepál területet, tehát ugye Himalájának a lábánál található. Az igaz, hogy ma ugye a Bódna, vagyis az igaz, hogy a maga a megvilágosodásnak a helye, az viszont Indiában van ma jelen pillanatban, de hogy ezek így kis fejedelemségek voltak. A Svayambhu stúpa, az önmagából született, Svayambhu az azt jelenti, hogy önmagából született stúpa, és annak a története az egy előző buddhára nyúlik vissza, és nagyon érdekes, hogy Nepálban egy elég híres ez a Svayambhu Purána,
ami említik, hogy hét buddha, egymás utáni buddhát említ, ahol a hetedik a Sákjamuni buddha, a történelmi buddha, akit mi is ismerünk buddhizmus forrásaként, és ez Svayambhu sztupa az előző buddhának a megnyilvánulása, úgy mondják, hogy egy lótusz nyílt ki, és a lótuszon ült maga az ős eredeti buddha, tehát ez a megelőző buddha idejében történik, és a mandzsusi bodhisattva az, aki onnan elviszi, és ez a lótusz válik ma a Svayambhu sztupa alatti dombá. És ugye erre építik föl most, hogy ez a sztupa, ami most ugye a nagyon nagy tiszteletnek a tárgya, ez valóban az-e, valaki úgy gondol, hogy igen, tehát ez azt jelenti, hogy ez ilyen 9-10 ezer évre visszamenő időben történhetett egyes elképzelések szerint. Mások azt mondják, hogy ez már egy újjáépített sztúpa. Kibelenésekről híres történetek vannak, úgyhogy mindenképpen ez azt jelenti, hogy buddhák sora jelenik meg például ezen a bolygón is, és úgy mondják, Sakyamuni Buddha is úgy mondta, hogy ő nem hozott semmiféle új tanítást, hanem helyre tette azokat a tanítási rendszereket, amelyek akkoriban léteztek. Ugye ez mindig, amikor egy tanító elmegy, akkor az emberi tulajdonságunk, hogy összezagyválunk mindent. És ezért mindig érkezik hát ugye avatárnak is lehet mondani, hogy egy olyan lény, aki újra rendezi a tanításokat, és Sákjamuni Buddha is magáról ezt vallott, hogy ő újra rendezte. Igazán, hogy elvetni a védákat, erről nagy viták vannak. Talán azt lehetne mondani, hogy kiemelt a védákból, tehát kiemelt olyan pontokat, ami például a négy nemes igazság, ami egy alap orvosi igazság, amit ő a legfontosabbnak tartott. Maga a Buddha is azt mondta, hogy vannak kérdések, amiről azért nem válaszol, mert nem visz közelebb az igazsághoz, és hogy a tanítások vagy a tudásnak a nagy részét nem adta át. Mert azt mondta, hogy nem visz közelebb. Tehát ő azt a lényegi pontot emelte ki, ami azt jelenti, hogy ha problémánk van, akkor a probléma a kiindulási pont. Ez a buddhizmusnak a lényege, hogy onnan induljon ki, ami van. És ezért van az, hogy a négy nemes igazság az egy ilyen orvosi igazságként korábban is szerepel, kiindul a problémából. Úgyhogy hát röviden ennyi. Köszönjük szépen, ez valóban egy nagyon érdekes válasz volt. Következő kérdés az lesz, ugye, ami minden vallásos, minden spirituális, minden érdeklődő emberben felvetődik, hogy kik vagyunk mi, miért vagyunk itt ebben a világban, miért kell megszületnünk ebben az anyagi világban, illetve egy fontos és sarkalatos kérdés ugye vallások esetében, hogy van-e lélek, ami különbözik ettől a földi porhüvelytől, van-e, ami aztán tovább létezik valamilyen formában. Hogyha megengeded, akkor ezt a kérdést is először hozzád szegezném. Jesszus! Ez most már ökumenikus megnyilvánulás volt. A buddhizmus szerint nincs lélekvándorlás, tehát, hanem reinkarnáció van, tehát megtestesülések vannak. Tehát nincs olyan lélek, ami vándorolna, hanem a tudatunk az mindig középen van. Most is, ebben a pillanatban is, maximum nem tapasztaljuk ezt. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez egy különbség a hindu felfogás és a buddhista felfogás között, hogy a buddhizmusban nem úgy képzeljük el, hogy lenne valami olyan valami, ami valahol vándorolna, hanem ez a tudat, ez álmodik. Hol így álmodik, hol úgy álmodik. Ebben ezt például, amit most álmodunk, ezt karmikus látomásnak nevezik. Ha lefekszünk aludni, az meg az álom, amikor azt álmodjuk. A meditációban a tiszta fény álmát lehet tapasztalni, például a korábbi életekre emlékezni, stb. Tehát ilyen értelemben a buddhizmus nem jelöl ki, nem mutat föl egy olyan dolgot, ami hogy ez elkülönülne a jelenségvilágtól. Ezért van az, hogy az anátma tana, tehát az éntelenség tana az egy nagyon fontos koncepció a buddhizmusban, ami azt jelenti, hogy ha most például elkezdjük kérdezni magunkat, hogy kik vagyunk, nem találunk konkrétumot. Tehát sem a test, sem a gondolatok, akkor vannak ilyen kérdések, hogy hol van az az én, aki például meditál, hol van. Szívben, agyban, lábban, kívül van, belül van. Ha megtalálunk valamit, akkor hogy néz ki, van-e formája az énnek, vagy nincs, van-e színe, vagy nincs, honnan jött, hol van, hova megy. És ezek a kérdések azért zseniálisak, mert nincs rájuk válasz. És abban a pillanatban, amikor a tudat erre nem tud válaszolni, akkor beáll a meditatív állapot. Tehát ezek ilyen koncepcionális meditációknak nevezik. És az anatta tana, vagy az anatman tana, ez megint egy olyan különbség, ami a hindu rendszereket bizonyos értelemben elkülönte a buddhizmustól. Egyébként más fajta megközelítés. Ez a fajta nézet. Ez ugye mutatja, hogy a reinkarnáció az újra testetöltés van, ami azt jelenti, és ezt a Buddha úgy mutatta be, hogy olyan, mint a vízesésnek a vize, hogy nem ugyanaz, de ugyanaz.
Tehát, hogy az előző életünk az nem ugyanaz, mint ez. Ez a mostani életünk, ebben a tudat és a test az egymáshoz kapcsolódik, ezért nem emlékszünk, mert a mostani tudatunk az ehhez a testhez kapcsolódik hozzá, és ez egyedi. Tehát ez megszületett, és ugye amikor meghalunk, akkor ez a tudat is, ez a hétköznapi tudat, ez ugyanúgy a testi elemekkel együtt feloldódik. Igen ám, de vannak olyan állapotok, amik meditációval elérhetők, amik e fölött vannak, és akkor viszont rá lehet tekinteni. Nem csak, hogy előző életekre, hanem a mi szomorú, még szomorúbb és még hajmeresztőbb, hogy következő életekre is rá lehet tekinteni. És mivel a szamszárában, tehát létforgatagról beszél a buddhizmus, hogyha kíváncsi vagyunk a holnapi napra, akkor vissza kell emlékeznünk, mert a legrégebbi múltunk a holnap. Na, ezt tessék emlékezni. Hiszen körszerű a folyamat. Tehát ilyen értelme visszatérve, tehát nem létforgatagban, hanem újra testetöltés. Ez olyan, mint amikor egy kilélegzés van, tehát kilélegzik a tudat, akkor szám, akkor testetölt, tehát fizikai lét formában van, és akkor ott leél egy életet, és utána pedig belélegzés van, és ezt nevezik köztes létnek, antara bavának, amikor szanszkritül vagy tibetül bardónak, amikor egy belsőbb állapotot él meg. Valójában, hogy mi között mozgunk, az három ilyen szint, van a karmának a világa, ami ugye a körszerű okokozatiság, van a dharmának a világa, ami a belső kerékkel is ábrázolják, a szívben forgó belső kerékkel, a karma az egy külső kerék, és aztán van a középpont, amit meg nirvánának neveznek, tehát ebben a karma, dharma, nirvána, ebben mozog a tudatunk. Nyilván a cél az, hogy valahogy középre kerüljünk. Köszönjük szépen, emészgetjük, de akkor most következik a következő intellektuális fogás az emésztés sorában, hogy a hinduizmus miképpen vélekedik erről, hogy mi a kapcsolat a test és a lélek között, hogyan működik az újjászületésnek a kérdése. Köszönöm. Tisztelni szeretnék, hogy én nem hinduizmust képviselek, hanem a védikus rendszerben. Hinduizmusban, Indiában rengeteg vilemi lehet, és van több ezer vallás, ami hinduizmus. Én a Vedanta Vaishnavizmust. Ez egy fontos, mert nem tudjuk összemosni, mert nagyon sok különbség van. Védák magyaráznak a lélekről, ugye ott van pontos meghatározások, hogy milyen lélek, ki a lélek, mi a természete. Sat Chit Ananda, ez a természete, három tulajdonság, Sat örökkévaló, Chit tudással, tudattal rendelkezik, Ananda boldogsággal rendelkezik. Ez a fő meghatározása a lélekről. És ez arról szól, hogy ki a lélek, az én vagyok a lélek. Szóval mi, akik vagyunk a testben, tudatosok, mi vagyunk a lélek, ez aki én érzek, én tapasztalok érzelmileg, ez én vagyok, ez a lélek. Ez a különbség a test és a élő test és halott test között, mivel nincs benne a lélek, ő nem tapasztal, nem érez, nincsenek élményei. Szóval élmények, ez lélek, léleknek. Ezért például a számítógépet sose fognak megcsinálni, hogy olyan legyen, mint egy ember, mert nem lehet oda berakni egy lelket. Ez nem lehet. Van hasonló mesterséges intelligencia teremtve, de ott nincsen, aki tényleg tapasztal valamit, érez. És ez a lélek. A lélek vándorlásról itt van a Bhagavad Gita. Ugye Bhagavad, ez azt jelenti, hogy Isten, de az Isten az abszolút igazság, a minden oknak az ok, az eredet. És a Bhagavad Gita úgy, ahogy van, itt van szanszkrit szöveg, hogy ahogy ő mondta 5000 év ezelőtt a védikus tudás, ahogy ő látja, mert ő teremtette minket, lelkeket, ebben a könyvben ezt lehet olvasni. És ő véleménye, Isten véleménye szerint, ő azt mondja, de hínos mind yatadeh khauvaram navyovanam jara tatha dhantara prapti dhira statra namohyati. Azt mondja, hogy a lélek mindig vándorló, még egy test belül. Minden pillanatban test változik, ugye orvosok szerint is 7 évente minden test teljesen kicserülődik, a sejt kicserülődik a testünkbe. És ez a vers mondja, hogy ahogy a csecsemőkortól
a fiatal korban angyal a lélek, mivel változik a testünk, felnőtt korban, öreg korban. Ugyanúgy halál pillanatban ezt a testet elhagyja a lélek, és utána új testet fog kapni. De itt erről beszél. És mondja Bhagavad Gita, hogy azok szerint, hogy milyen cselekvést végeztél ebbe az életbe, ez szerint kapsz következő testet. Ugye? Védánka és Bhagavad Gita szerint van kapcsolat az előző életünk és mostani életünk között. Mi folytatjuk azt, amit megérdemeljünk az előző életeknek a cselekvéseinek, azt megkapjunk ebbe az életbe. Ugye? Mert ez a következménye. Miért valaki születik betegen, valaki születik ilyen országban, olyan országban, mert ez folytatása, mint a tegnap és a ma. A mai nap ez nem tegnapi nap, de ez a folytatása a tegnapnak. Ugye, hogyha én tegnap elkezdtem valamit építeni, házat mondjuk, akkor most ebben a mai napon, meg holnap fogok folytatni. Hogyha én tegnap kiraboltam valakit, és ma engem elkaptak, ez azt jelenti, hogy egy folytatás a tegnapnak a cselekvésnek. Ugyanúgy az életek is között ugyanolyan logikus folytatása van, mint nekünk ugye, hát van a mai és a holnap, akkor van a folytatás fiatalkor és az öregkor. Hogyha én fiatalkorban nem vigyázok magamra, a testemre és így tovább, akkor öregkoromban hamarabb beteg leszek, jobban elkopik a testem, és akkor szenvedek. Hogyha én fiatal koromban megfelelő életet élek, akkor nem fogok annyit szenvedni öreg korban. Ez úgy mondják, hogy logikus kapcsolat. És ugyanúgy vannak kapcsolatok életek között, és maga halált, mint egy lélekvándorlásnak úgy állítja a Bhagavad Gita, hogy egyesek számára létezik a halál. Azok a személyek, akik testtudatban vannak, mert léleknek mi a probléma nekünk, hogyha mi testtudatban vagyunk, akkor mi meg tudjuk tapasztalni a halálnak az élményét. Mert élet az egy élmény. A halál egy élmény. De mikor mi megyünk moziban nézni filmet, élményt akarunk kapni. Házasodunk azért, hogy élményt szerezzünk. Szóval lélek élményeket akarjuk. És halál, ez is egy élmény. Ember, aki test tudatban van, ő azt gondolja, hogy most meghal a test, akkor én is meghalok, mert én vagyok a test, megszülök. A megvalósított, aki, ahogy mondtam, Véda, az a Vedanta, aki ember, aki látja magát, mint lelket, és többieknek meg látja, mint lelket, számára nem létezik halál. És a Bhagavad Gita-ban, itt a második fejezetben erről pont beszél Krishna, azt mondja, Navani Grinati Naroparani, Tathasari Rani Vihájjir Nani, Anyani Samyati, Navani Dehi. Azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy egy ember leveszi elsorvadt régi ruhát, és felvesz egy új, friss ruhát, ugyanúgy halál pillanatban a lélek ledobja elsorvadt, használhatatlan régi testet, hogy új testet tudja megkapja. Szóval ez a védőknek a lélekvándorlása. Hol van a lélek? Igen, itt van a lélek, ugye, hogyha valaki ajurvédát is tanulja, akkor van 10 prána, ugye, a testben van 5 elsődleges prána, levegő prána, dana, samana, vyana, apana, és lélek pránával itt lebeg, és a fina fizikai test, ez a elme, intelligencia, hamis ego, manasa, buddhi és ahamkar keresztül kapcsolódik az agyhoz, és aggyal segítségével irányítja ezt a testet. Szóval egy jó bonyolult az egész rendszer. És mikor halál van, ugye vannak a nádik, van 72 ezer csatorna a szervezetünkben, és van 3 fő csatorna, ez az egyik fő csatorna, Sushumna nádi, ugye ez a gerinc, és van 2 oldal még, Ida és a Pingala csatornák. És ezeket csatornák keresztül, főleg a Sushumna nádi keresztül a lélek ugye fogja a tudatot, összevonja, ugye ezért, amikor valaki haldoklik, ő már nem lát, mert akkor látok, amikor tudat, a lélek kiterjeszti tudatot szembe, bőrbe, akkor tapasztaljunk, érzékelünk, halljunk, és halál előtt tudatot összevonja a lélek,
ezért embernek lebénul, már nem tud semmit csinálni, és utána csatornán keresztül így megy el. Szóval én a védek szerint, hogy én megyek ki a testből, és majd én megyek anyám, apuka és anyuka, akik azonos tudatban vannak, nemzenek gyereket, amilyen én tudatban voltam, akkor őben vonzanak engem nemzés pillanatban, először bekerül a lélek apjának a magjába, és utána anyának a méhébe, és utána majd karma szerint a finom fizikai test felépíti, hogy a anyukának a szervezet biztosítja alapanyagokat a léleknek, aki finom testben van anya méhébe, és ő építi a testet. És ezért van, amikor valaki betegen születik, valami hiányzik a szervekből, keze vagy lába, mert ő, mivel hibákat követte el előző életben valamelyikben, nem muszáj pont közvetlenül előző életben, akkor ez már be van már kódolva, hogy a test milyen, hogy fog kinézni. És ezért vannak hibák. Vagy például nekünk a mindennyoknak más a lenyomat, a új lenyomata, más a szemünk, minden más. Ez minden a mi cselekvésnek az eredménye. Szóval így védjük a sírásuk, állítják a lélek bántorlást. Köszönjük szépen. Következő kérdést a közönséghez intézem. Hány élete van a macskának? 9. Oké, ezt mindenki tudta. Akkor most a Zolihoz fogom a kérdést intézni. Hány életünk van nekünk? Hányszor kell megszületnünk? Hát igazán nem. Nagyon érdekes, hogy a kiindulási pont a Buddhánál az nem az volt, hogy ő bizonyosan szerette volna a reinkarnációt, hanem megszabadulni tőle. Tehát nekünk egy picit azért az a nehéz helyzet, hogy mi nem emlékszünk úgy, ahogy ő emlékezett, és ugye neki a fő problémája, ami ugye kiemelkedett a tapasztalásában, az az, hogy valóban kényszerre a születés, betegség, öregség, halál. Tehát erről egyébként lehet élmény, nekem talán 2 vagy 3 éve volt egy ilyen élményem, az én meditációs gyakorlatok élményeként, hogy visszaemlékeztem olyan 2-3 napos koromra, amikor apám bejött a kórházba, és így fölém hajolt, óriási feje volt, és azt mondta, hogy én vagyok az apád, és valamilyen oknál fogva értettem magyarul, pedig hát nyilván a gyerek akkor még nem tud, de pontosan értettem, hogy ez most akkor megint hosszú lesz. És az érdekes, mert a korábbi életnek a diplomája, a kocsikulcs, a bankkártyák, minden azt szétkolták. Tehát nem tudjuk áthozni, még az anyanyelvünket sem tudjuk áthozni. Tehát nyilván vannak olyan magasabb szintű tudatállapottal rendelkező lények, akik át tudják hozni, azért vannak ilyen helyek, legalábbis buddhista mesterek között vannak olyanok, akik tudnak azért utazgatni az univerzumban, egy kicsit hatékonyabban, mint mi, és ott azért leírják azt, hogy vannak olyan helyek, ahol emlékeznek korábbi életük nyelveire. Nyilván ezeken a helyeken nyelviskolák nincsenek, mert tönkre mennének, mert egyszer csak vissza kell emlékezni. De milyen jó lenne, ha mi legalább visszatudnánk. Hát nyilván nagyon sok helyen éltünk már ezen a bolygón is, nagyon sok nyelvet, anyanyelvet elsajátítottunk, de úgy tűnik, hogy akkora a homály, tudati homály, hogy még az anyanyelv változása is elég nehéz. Tehát a Buddhánál viszont nem ez volt, hanem ő emlékezett. Ő egyébként emlékezett a védákra is. Úgyhogy, és egyszer csak kiemelkedett számára ez a probléma, ami karma, tehát egy karmikus következmény, úgy mondjuk, hogy az emberi szenvedésnek talán ez egyik alapja, hogy születés, betegség, öregség, halál, szenvedés. Ma nem csak hogy szenvedés, hanem pénz is. Tehát gondolj többé lesz szülés, öregség, mindegy. Egy halál 300 000 forint, tehát nagyon drága mulatság ez a 4 dolog. Na jó, de nyilván az ő esetében ez egy létkérdés volt, hogy vajon ez a kényszer, ez érvényes, tehát ezt újra végig kell járni. És valaki, amikor az életével elér egy bizonyos sikert, ugye sokat mondják, hogy amikor végre megtanuljuk, hogy kéne élni, addigra már a test öreg. Tehát, hogy nagyon furán vagyunk összerakva, és pont amikor élvezni tudnánk az életet, akkor már a test alkalmatlan arra, hogy élvezzük, élményeket szerezzünk. Egyébként a buddhizmus is úgy tartja, hogy igazán a spirituális lét az időskorban kellene, hogy kezdődjön, amikor a testben a különféle ösztönerők azok már elcsitulnak. Tehát igazán akkor lehetne meditálni, csak az a baj, hogy addigra gyűjtjük fel azt a rengeteg rögeszmét, amitől meg már nem rugalmas a tudatunk. Szóval a Buddha ezt kereste, hogy van-e megoldás. Ugye apja, a Suddhodana király azt mondta, hogy nincs. Hogy fiam, ez a törvény, ez van, reinkarnáció van, tehát születünk, öregség, betegség, halál, ez az embernek a sorsa. És ugye ezt, őt ez nem hagyta nyugton.
és lényegében ő ennek kezdett el utána járni, hogy honnan fakad. Ez valóban kényszer, valóban ez a törvény, vagy pedig ez megfeloldható. És ugye neki a megvilágosodása volt az, amikor rálátott a karmának a működésére. Innen nagyon nehéz rálátni a karma működésére, mert egy multidimensionális okokozati rendszer, tehát nem csak egy vonalok okozat, hogy múltból lesz jövő, hanem van függőleges okokozat és mindenféle dimenzionális okokozat van. Tehát azt megnézni, hogy most miért vagyunk itt, hát nagyon-nagyon sok oki rétege van annak, hogy itt vagyok. Esetleg a testnek az oki rétege, stb. Tehát lehetne sorolni. És ez úgy jelenti, hogy függőkeletkezés 12 láncszeme, amely végigmegy azon az okokozati soron, aminek a végén ott van a születés, betegség, öregség, halál. Tehát a megvilágosodáskor ő rálátott erre a rendszerre, és ennek a kezdőpontja az, ami a lényeg, a buddhizmus szerint ez a tévedés. Ami azt jelenti, hogy addig, amíg a tévedéseinket, és ezek nagyon-nagyon finom fájtlaknak nevezik őket, tévedések fájta, hétköznapi szinten azt hittem, hogy ha két varázsom lesz, boldog leszek. Azt hittem, hogy ha megkapom az állást, boldog leszek. Tehát ezeknek ugye nagyon mély szintű tévedés rétegei vannak, de ez van az egész hátterében. Tehát addig, amíg ezeket a tévedés fájtlakat nem tudjuk eloszlatni a saját tudatunk ragyogó természetéből, addig kényszere, születések kényszere van. Nyilván ezt meg is lehet szüntetni, és lehet tudatosan is megszületni, tehát lehet emanációként, inkarnációként megszületni. Nyilván az egy teljesen más szabadságfok, amikor az ember tudatos. És erre is van, hogy a tibeti buddhizmusban olyan példák, hogy az illető már a halála előtt már van látomás arról, hogy milyen családban fog megszületni, és azt le is írják, hogy ilyen néven, ilyen és ilyen faluban fogok majd testet ölteni. Hát nem tudom, hogy valakinek van erről élménye, de hogy azért nyilván ez egy másfajta tudatállapot. Tehát végtelen inkarnációról beszélnek, végtelen testetöltésről beszélnek, és ezt először érdemes megtanulni jól csinálni, hogy az ember vándorrá váljon, és utána pedig a mélyebb szinten pedig akár ez a kényszer is megszüntethető. Tehát a felébredett az nem születik vissza. Köszönöm. Akkor most a hinduizmus Vaisnava ága szerint, hogy pontosan fogalmazzunk, miképpen lehet megszabadulni a születés és halál forgatagából, kell-e megszabadulni ebből, illetve determinálta a születéseknek a száma, vagy pedig végtelen száma lehet? Igen, hogy azok, akik felvilágosodott, mint a Buddha, és van több ilyen személy, aki elérte felvilágosodott szintet, megvalósított személyek, úgy mondják, hogy rishik, ők karma törvény fölött élnek. És ezért ők, nekik nem kell születni, de ha vállalnak valami missziót, ahogy mondta Zoltán, akkor ők tudnak dönteni, hogy hol születnek, mik lesznek a szülők és itt. De ők nagyon megdolgozták ezért. Átlag ember, ugye karma a keretek belül tud mozogni, nem tud választani szülőket, tud választani úgy, hogy a cselekvéssel, hogy most én hogyan cselekszek mostani élet mindennapjaimban, ez fog végén majd meghatározni, milyen szüleiket fogok kapni. Halál pillanatban nem tud ezt már megtenni, mert halál pillanat, mint a vizsga, ugye, amikor mi egész évben, hogy mondjuk, moziba járunk a tantárgy helyett, és utána jövünk a vizsgára, utána kihúzunk a tételt, nem tudjuk válaszolni, mert kellene tanulni, mert ez csak egy végkövetkeztetés, hogyan tanultam egész évben. Ugyanúgy a halál is, az a halálnak ugye megint Bhagavad Gita-ban 8. fejezetben meg van magyarázva, antaká lecse máméva, Smaran mutva kalivaram. Amire ember gondol halál pillanatban, olyan testet majd meg fog kapni. És akkor magyaráznak, hogy ez a halál pillanat, gondolat, ez a végkövetkeztetése, vagy összefoglalója az én tudott állapotomnak, amelyikben éltem egész életen keresztül. És ezért nincsen, halál pillanatban szabad akarat nincs. Ott már karma lesz, végkövetkeztetés, ide jössz, oda jössz, és hányszor
szamszára végtelenségig lehet ezt csinálni, ezért mondják, hogy lelkek, úgy is mondják, hogy öröki vannak itt. Ez nem a örökség szempontból, hogy annyira régóta vagyunk itt, hogy vissza se tudjuk nézni. 8.400.000 életfaj létezik az univerzumban, vagy a világban, és egy lélekű vándorol minden fajon keresztül. Nagyon-nagyon ritka, amikor visszatér az emberi testbe, ugye, mert csak az emberi testben van kapacitás felszabadulni, felvilágosodni. Ugye, ki már látta otthon kutyát meditálni, vagy valami dalmát követni, vagy macskát, ugye, mantrázni. Ritka macska lehet, de valami ez nagyon, valamilyen avatár macska. Szóval emberi test, ezért a védák, buddhizmus, mindenki mondja, hogy nagyon használjunk ki emberi testünket, hogy fejlődjünk, hogy felvilágosodjunk, ez nagyon fontos, mert ezzel véget tehetünk a karma, hogy így mondjuk, hogy örvénynek, mert ez egy örvény, és úgy működik a karma, mint a hógolyó, egyre több is több. Azt mondja a írásuk, hogyha amennyi mi cselekvést végzünk egy életen át, emberi testben, utána több száz vagy akár ezer élet kell, hogy ledolgozzunk karmát. És ez vegyes, jó meg rossz. De valamikor állati test, ez is állati test, amikor lélek kerül, ez is karma. Szóval ez nagyon-nagyon egyszer le, egyszer fönt működik, de amikor valaki felvilágosodik, annak van többféle módszerek, vannak a meditációk, van mantrázások, de lényeg, hogy legyen hiteles út, hiteles lelki út, akkor ember tényleg tudja saját szabad akaratát használni. Idáig mindig korlátozott. Jó? Kettes, köszönöm szépen. Na most ugye beszéltünk arról, hogy mi az alapvető filozófia, mit ígérnek ezek a különböző filozófiai utak, vallások. No, de általában azt is tudjuk, hogy a vallásoknak része az, hogy vannak előírások, javaslatok, szabályok. Melyek azok az erkölcsi előírások, amiket egy buddhista gyakorlónak meghatároznak az írások? A buddhizmusnak a belépő kapuját menedéknek nevezik, ami azt jelenti, hogy a három drága között iratna, a buddha, a dharma és a szangában vesz az ember menedéket. Itt ugye szokott lenni azért ilyen félértés ezzel kapcsolatban. Nyilván ez azért van, mert tehát ahhoz lehet ezt hasonlítani, hogy az álomban, ugye illúzió, álmok világában élünk, ebben menedékül, végső menedékül csak egy olyan forrás szolgálhat, aki elmondja, hogy álmodunk. Ugye nagyon ritka álom van, hogy valaki figyelmeztesse minket, hogy álmodunk. Ha ilyennel találkoztok, hogy álomban valaki azt mondja, hogy álmodsz, arra nagyon érdemes odafigyelni. Mert ott azt jelenti, hogy valami megvilágosodott fénysugár, valaki tükröződik, mert ugye elmondja, hogy mi a valóság. Ugye ezt a három drága köt, ezt úgy is szokták nevezni, hogy a buddha, aki ráébredt a valóságra, a dharma az a valóság ösvénye. És ugye a szanga, a közösség azon lények sokasága, közössége, ezek lehetnek szerzetesek is, és lehetnek világiak is, akik a valóság ösvényét követik, és már bizonyos megvalósítással rendelkeznek. Tehát a buddhizmus az, mivel ugye nem tudást nevezi minden probléma alapjának, ezért a meditáció és ez a vipasszaná, vagy vipasszaná meditáció, ez azt jelenti, hogy a szív rálát a valóságra. És ha meglátjuk a valóságot, meglátjuk a dolgok valódi jellegzetességét, ezzel tűnnek el a nem tudásfájtak, és ezzel tudunk túllépni ugye ezeket a karmának a kényszerítő erején. Egyébként az embernek a jellegzetessége az pont az, és ugye ezért is kiemelhető, mert nálunk ugye úgy beszélünk, hogy az emberi tudat az hatféle testetöltési formát vehet föl. Alacsonyabb testetöltési formákhoz tartoznak az állatok, akik valóban nem tudnak mantrázni, mert hogy annyira erősek az ösztönerők, hogy nincs meg az a fajta szabad akarat, hogy önmagáról gondolkodjon és gyakoroljon. A magasabb létformák, a dévák és az aszúrák, tehát a titáni lények, a képességekkel rendelkező lényeknek már nagyon jól megy. Tehát ugye a dévák nagyon hosszú életűek, 5000-6000-7000 akárhány éves, nem fervednak el rajtuk a virágok, mert hogy a prána az teljesen
akadálymentesen áramlik, de nem a központi csatornában, hanem ugye a mellékcsatornákban, az aszúrák még születetten képességgel rendelkező lények. És az érdekes, hogy mi embereknek egyikünk sincs meg. Tehát nem, se nem nincsenek képességeink születetten, tehát nem tudjuk szemmel tüzet gyújtani, vagy ilyesmi. Hosszú gyakorlás után persze lehet képességekkel rendelkezni, sem nincs hosszú életünk. És például a Buddha tanításáról azt mondják, hogy ez az állapot, hogy rövid életűek vagyunk és képességek nélkül, ez a nagyon jó alap arra, hogy a középútra rá lejjünk. Úgyhogy a Dharma ösvényének a definíció az az, hogy középút, ez ugye a Buddha tanításának az egy leglényegesebb dolga, hogy a szélsőségek között megy az út, az ösvény, és a másik pedig az, hogy a nem ártás áhimsza ösvénye. Tehát tulajdonképpen a legalapvetőbb erkölcsi előírás az a nem ártás, mind magunk, mind pedig a mindenféle lény, érző lény felé, és hogy ez alapján pedig a középútjárása. Úgyhogy akkor valaki szerzetes lesz, akkor ott 227 szabályt kell betartani, van az északi rendszer 256 szabály, de az összes szabály az precedens alapú volt, tehát történtek, tehát nem tudták betartani a szerzetes életmódot, és emiatt kellett szabályokat hozni. De mindegyik visszavezethető a középút, ból való elhajlásra, valamint a nem ártásnak a megszegésére. Tehát ez tulajdonképpen az alapvető. És nyilván ebből fakad a világjáknak szóló öt páncsa síla, ami az életerőnek a nem rontás, az a pánáti pártja, a prána nem rontás az első, amit ölésnek szokta folytani, a nem elvett dolgoknak, vagy nem adott dolgok nem elvétel, amit lopásnak szokta folytani, akkor középutas életmód, ez a helyes szexualitásnak a gyakorlása, akkor a rágalmazás, hazugság kerülése, és ugye a bódítószereknek, a tudatbódításának a kerülése. Ezek aztán nagyon mély gyakorlatokká válnak később, hiszen ha fizikailag nézzük, akkor az elég sok kérdés. Például nem elvétel annak, amit nem adtak, akkor nem vehetnénk levegőt. Mert senki, te vagy úgy lenne, hogy tessék! Köszönöm szépen, az életet mentetted meg. Tehát ezeknek nyilvánvalóan mélyebb rétege van, mert az ölésnél is például a vírusírtót nem használhatnánk a gépen, mert most a vírusoknak is van joga, ma már mindennek van. Európai Unióban ma már robotoknak van joga. Tehát Európai Uniós törvény, ami ez egy félelmetes dimenzió kezd lenni. Úgyhogy, de alapvetően középút és nem ártás, és aztán ez bomlik ki egy szerzetesnél egészen 256 szabály. Szépen. Akkor a vaisnavizmus vagy a Krisna tudat miképpen vélekedik? Melyek azok a legfőbb erkölcsi eljárás előírások, illetve alapállók, amiket célszerű követni, aki szeretne fejlődni intenzíven? Itt, ahogy a Zoltán is említette, a lényeg, hogy embernek abba kell adni bűnt, tovább karmát generálni magának, nagyon fontos abba hagyni, és ezért ezek a szabályok, amit most mondta Zoltán nálunk is, ugyanaz, ahimsza, az erőszakmentesség, akkor nem lehet kábítomámarító szereket fogyasztani, nem lehet hazudni, vagy nem jó, ezek nem jó dolgok, mert ember nem tud fejlődni, ezek szennyeznek a tudatot, és ahhoz, hogy ember fejlődjön, akkor neki fontos tisztán tartani tudatot, és ezek a szabadság szabályai. És sokszor mondanak, hát ti a keleti vallást követők, ti egyfajtában be vagytok szabályozva. Nem, hanem ez egy szabadság szabályok, mert szabályozva az ember, aki nem szabad, ez azt jelenti, aki a karma megköti, ezek a ösztönök, ezek a bűnös tettek kényszerítenek cselekedni, az az ember, aki nem éli szabadságban. És az az ember, aki tud uralkodni, fegyelmezni az érzékeket, kontrollálni az elmét, az egy szabad ember. Ugye sokkal könnyebb, mikor minket megbánt valaki visszaválaszolni, és általában ezt meg is csináljuk, de sokkal nehezebb nem reagálni, a negatívan rá, hanem pozitíven valamit reagálni. Na az az ember, aki nem sértődik meg, nem lesz agresszív, ő tud kontroll alatt tartani saját ösztönöket, érzelmeket, érzékeket. És erről szól a Buddha, erről szól a Krisna tudás, tudomány, mert másképp nem lehet kiszabadulni karmától, ember nem tud megállni, mert karma, mint egy sodrás viszi
ember. És ezek a szabályok követés, ez megállás. Megállom, és akkor most én fogok dönteni, mit csinálok, nem amit diktálnak az ösztönök, a társadalom, hogy említettél a szangát, hogy ez a társulás, hogy nagyon fontos, hogy kikkel társulok, másképp nem tudok fejlődni. Szóval ez is egy fontos dolog. Szóval ezek a szabályok, ezt mit fognak eredményezni, ugye, vagy mi mondjuk védikus írások magyaráznak, hogy ember, aki próbál követni ezt a dharma utat, tiszta utat, akkor rögtön lesz melléktermékek. Harmóniában lesz a testje, mert miért beteg a test? A bűntől, ugye? De hogyha a dharmát követi ember, akkor harmóniában lesz a test, a pszichika harmóniában lesz, és lelkileg harmóniában lesz. Szóval ezek az eredmények akkor lesznek. Hogyha mi látjuk most ott fekete péntek, ember megy, rohan, már a pénztárcában sincs harmóniában az embernek, nem már a test, szellemi, lelki, pszichikailag. Szóval ezért fontos élni tiszta életet, követni bizonyos felszabadító, vagy a szabadságnak a szabályait, és csak ezen az úton lehet testileg harmóniában, érzelmileg, lelkileg. Szépen. Következő kérdés, illetve téma, nagyon stresszel, három rút szalámi ló mellettünk. Ugye most egyre divatosabb, vagy mondjuk úgy inkább, hogy népszerűbb a vegetarianizmus, sőt a vegán életforma. Ugye ennek lehet több oka. Van, aki egészséges akar lenni, van, aki nem szereti a húst, van, aki valamiféle filozófiával, vagy etikai alapokkal támasztja ezt alá, és hát ugye ezek között az etikai, vagy filozófiai alapok között az ehimsza elv, ugye, amelyik az egyik elsőrendű. Erről lehet többféleképpen vélekedni, hogyan vélekedik erről a buddhizmus az ahimsza elvről. Táplálkozás szempontjából? És akár általánosabban is. Hát igen, ugye nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon fontos kérdés ma, főleg, hogyha tudjuk, hogy a bolygó elszennyeződésének az egyik háttere az a hihetetlen nagyméretű tehén állomány, ami ez tényleg megdöbbent, és azért egy kicsit ilyen groteszk módon nevetséges is, hogy lényegében ez a gigantikus, a bolygón a mai állatoknak, a fenyőgő állatoknak 5% az, ami természetes közegében élő állatoknak, a több az mind ember által olyan tenyésztett állat, amit megesszünk. Tehát azért ez egy döbbenetes százalék, és hogy ezeknek az állatoknak a gáza az, ami a sokkal nagyobb levegőszennyeződést okoz, mint a kipufogó gázok és a gyárak együttvéve. Tehát ez tényleg megdöbbent, ez tényleg megdöbbent. Tehát én is, amikor ezt hallottam, akkor így, hogy na onnantól kezdve nem, én sem ereztem ki a gázokat, tehát nem járunk de, mert ugye az ajurvédikus szempontból a 13 kieresztendő közül ugye az egyik, úgyhogy ezzel betegségeket támaszthatok, de ez tényleg megdöbbentő. A buddhizmuson belül az evés, az mint a buddhizmusnak van ugyanúgy egy elég erőteljes ilyen szabadság elve, a szerzetesek számára fontos dolog az volt, és ez a lemondás miatt történik, hogy nem válogathattak. Tehát ugye a Buddha egy olyan életmódot talált ki, vagy olyan életmódot gondolt ki, ugyanis az ő útját nem lehetett a követni. Tehát azt nem lehetett, hogy azt mondja, hogy akkor legyetek 5 évig királyfiak, tessék itt van 5000 vagy 5 millió dollár, és utána vegyétek észre, hogy ez nem jó irányba vezet, és utána legyetek aszkéták, és utána meg vegyétek észre a középutat. Tehát ezt ő felismerte, hogy ez lehetetlen. Tehát ahogy ő végigment ugye az ösvényen, ezt nem lehet tanítani, viszont az egy napot osztotta föl ugye az első napnak az első időszaka, nyilván azért, mert este szoktunk menni szórakozni, akkor kellett találkoznunk a szerzeteseknek, emberekkel, tehát alamizsnálkodás volt, 7 házhoz lehetett elmenni, és a 7 háznál nem kapott ételt, akkor az napra böjt. Tehát, hogy teljes mértékben föl kellett adni, hogy ez a karmának való, vagy karmával való játék, hogy én kiszolgáltatott vagyok a világnak, és a testem kiszolgáltatott, ha nem adnak enni, akkor... Tehát ma Magyarországon azért nagyon nehéz ez, mert nincs a kultúránban menet. Tehát azért, hogyha valaki alamisnás csészével kimen, akkor pénzt dobnának bele, amit nem tudna megenni szegény szerzetes.
tehát nem raknak bele ételt. Ugye ez Dél-Ázsiában azért még ez egy elég elterjedt, hogy kimennek a szerzetesek és rizs és mindenféle felajánlást kapnak. Tehát itt az volt az elf, hogy a csészét... De csak... Mit? Hát a ferencesek azok is voltak. Volt, igen, koldulórendeknél volt. Hát az abszámlás. Igen. És Ferenc is azt hiszi, hogy ez csak vicc volt. Úgyhogy a lényeg az, hogy egyhegyűen kellett nézni a csészét, mert nem is volt ilyen, hogy köszi-köszi, de ugye a szertesek nagyon találékonyak voltak, és leadták a rendeléseiket, és klikkesedtek, úgyhogy ez mind a szertesi szabályzatban benne van, hogy hogyan lehet tenni. Most nagyon érdekes, hogy ez a Buddha orvosához kapcsolódik, Jivakához, aki egy nagyon különleges figura volt, mert az első buddhista jóga rendszer is tőle származik. A Jivaka jóga az, ami a táj jógaként szerepel, és ugye a táj orvoslásnak az alapja lenne. Tehát ma, hogyha valaki táj masszást végez, elvileg a Jivaka jógát kéne végeznie, aminek a célja ugyanaz, hogy a központi csatorna megnyitása, és a többi a nádikból a prána be. A középútnak a járása a pránák szintjén. És ő az, aki megkérdezi ezt a Buddhától, hogy most akkor ez hogy létezik, ez a húsevés, ez hogy megy. És a Buddha azt mondja, hogy a szerzetesek számára nem az a lényeg, hogy húst esznek vagy nem esznek húst, hanem azt kell enniük, amit kapnak. De azt mondja, hogy ha húst kapnának, akkor azt kell enni, amit kap. Viszont más alkalommal el kell mondaniuk, hogy ő miattuk ne vágjanak le senkit. Tehát ő miattuk, hogy nekik felajánlást tehessenek húst, ne tegyék. És közben ugye, hogy nem látta, nem hallotta, nem tudja gondolatban, hogy ezt ő miatta tették. Ez ugye a karma miatt van így. És azt mondta, hogy ha húst kapnának mégis, akkor a szeretet állapotában kell megenni, mert akkor az visszatudhatni az adott állatnak a tudatára és a megszabadulás felé vezeti. Tehát a déli buddhizmusban ez a szabály, egyébként alapvetően nem esznek húst, és azért nem esznek húst, mert a meditáció, a nem ártás, és a meditációban egy agressziót kelt, ami egy nagyon nehezen legyőzhető dolog. Az északi buddhizmusban ezért nem is egyáltalán nem esznek húst, tehát ugye ez ugye az együttérzés miatt. Viszont a tantrákban, a vajrajánában, ott a mérgek elixíré alakítása a gyakorlat, tehát ott viszont vannak olyan szertartások, amiben húst, ugye a Dalai lámáik ezt úgy csinálják, hogy egy pont így hozzáér, és ugye a nyelvére teszi. Hát ennyi. Tehát az érdekes, hogy a buddhizmusban minden verzió lehetséges, de természetesen a fő irányelv az, hogyha én szeretes vagyok, akkor tényleg egyszerűen föl kell adnom a saját igényeimet, és amit kapok, azt esszük. De ott is ugye van instrukció arra, hogyha ne találtán húst kapna. Nyilván, hogyha bicikliláncot tesznek be, azt nem tudom. Elvileg azt is meg kéne enni. És erről van egy történet, csak röviden, hogy nágákhoz kapcsolódik, hogy ez egy más lényosztály, ugye a sárkányoknak egyfajta rendje, hogy volt egy falu, aminek a tavába a szemetet hordták, és a falunak a tagjai azok bőrkiütésekben szenvedtek, és semmilyen orvos nem tud őket kigyógyítani, és a Buddhának az egyik tanítványa, aki már ugye egy megvilágosodott szintet elért, arhat volt, kérték meg, hogy akkor segítsen. És a tisztállátása révén látta, hogy ebben a tóban egy nága él. Ami ugye a kínai sárkány ábrázolások úgy néz ki, egy nága. És hogy tisztítsák meg a tavat, ne szemeteljenek, és nága pudzsát végezzenek, tehát hogy felajánlásokat tenni a nágáknak. Nekik sem szabad egyébként húst, meg hús tartalmazó, vagy füstölt sem. És kitisztították a tavat, és azonnal meggyógyult mindenki. Bőrkiütések azonnal eltűntek, és akkor megkérdezték ugye ennek a szentnek, ebben a környezetében élő szerzeteseket, hogy mivel lehetne ezt kárpótolni. És persze hát ott ugye azt mondták, hogy alkohollal, és ugye egy nagyon nagy adag alkoholt adott a falunak az előjárója, mert ugye nagyon örült, és ugye neki el kellett fogyasztani ugye a szerzetesi szabályok miatt. És hát ugye a tisztállátása ugyan rendelkezett, de a részegséget azt még nem tudta felülírni, úgyhogy akkor hullarészegen ott elterült, akkor így vitték a Buddhához, hogy nézd meg, így néz ki a te tanítványod, és akkor így elterült a földön, és a lába a Buddha felé mutatott, hogy innen származik két szabály, ugye a bódítószereknek a tiltása, valamint az, hogy a lábfej nem mutathat a tiszteleti forma felé. Tehát azért nagyon sok frivol történet létezett ebből a szabályból kifolyólag. Szépen, hallhattunk nagyon érdekes történeteket a múltból. Másik irányzatban miképpen vélekedünk a táplálkozásról, egyrészt az ahimsa szempontjából. Másik érdekes kérdés pedig hallhattunk már itt, hogy a táplálkozásnak a jogája, hogy ez miképpen jelenik meg egy kisna hívő életében.
Igen, a védikus írások magyaráznak, hogy mikor mi cselekszünk, mi több szinten kapunk, vagy cselekszünk is, és több szinten kapunk reakciót. Ugye van adibautika, ez azt jelenti a durva fizikai test, akkor van adidaivika, ez a karma szint, érzelmek, elme szint, és van adidaivika, ez a lelki szint. És fontos, hogy ez a cselekvés, mondjuk bűn, ez minden háromon fog hatást adni, reakciókat. És ahimsa, ugye ez az erőszakmentes élet, azból szempontból fontos, mert a lélek, hogy a szatcsit ananda, boldogság, a természete, ez a boldogság, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szeretet. A védikus írások, vagy a Krisna tudat szempontból legmagasabb felvilágosodás, az nem csak, hogy én megtudom, hogy én lélek vagyok, hanem felébredt lelki szeretet. Isten iránt és minden élőlény iránt. És a húsevés, azon lehet ma beszélni a testre, milyen hatásai vannak, hogy test mennyire alkalmas. Erre még a modern tudósok és kutatások végezték, amikor összehasonlították emberi testet, állati testet, ami húsevő test, és állatot, ami növényevő, és összehasonlították. Lehet egy pár példát mondom gyorsan. Megnézték először a fogait, ugye minden húsevő állatnak van a tipőfogai, és az oldalfogai az olyan, mint a éles pengék. Ugye tudjanak szépen itt, mint giljotin vágni a hús szövetet. Akkor megnézték a bélhosszát húsevő állatnak, 6-szor hosszabb bélrendszer, mint a test, növényi állatnak 12-szer hosszabb bélrendszer, mint a test, embernek 12-szer hosszabb, mint a test, ugye a fogaik, a növényevő állatoknak őrölő fogai vannak, nincsenek tépőfoga, meg metszőfoga, mint itt húsevőnek van, embernek sincs ezek. Megnézték akkor a gyomorsavát, a koncentrátumot, ezt most nemrég csináltak 20-30 éve ezelőtt kutatásukat, és a gyomorsavába bedobták a húsevő állatnak csontját, és az a csont az gyorsan fel volt emisztve. A növényevő állatnak csontot bedobták is a savába, és a ember savába, semmi nem történt. Szóval a koncentrátum nem alkalmas hús emisztésre, a gyomorsav. Akkor megnézték, hogyan hűti le a testet, a húsevő állat nyelven keresztül, de hűti a testét, minden növényi evő állat és ember porosai keresztül ugye, hűti a testét. Ugye, reggel, nyáron, amikor már nagyon meleg van, busz megállóban sok ember van, akkor nem így állnak, vagy nem így állnak, ugye? Van, így. De next, ez a testszint. Utána az érzelmi szint az még magasabb, még fontosabb, mert amikor ember eszik húst, akkor ez tompítja a legfinomabb érzékeket benne. Érezni másokat, együtt érezni másokkal, és ezek a finom érzelmek nélkülözhetetlennek a tiszta szeretetbe. Amikor tompítva van, ugye amikor ember gyerekkortól eszik húst, ő ezt nem érzi. Mint amikor valaki részeg, ő nem tudja, hogy ő részeg, ugye fogok mondani, hát kedves ember, most nem tudok veled beszélni, mert te nagyon részeg vagy. És ott mit fog mondani? Én? Te vagy részeg, én? Hát. Szóval ugyanúgy, amikor nekünk most a húsevés hatására el van a tompítva, meg van ölve ez a finom, mert szeretet, ez nagyon-nagyon finom, értelem. Ez, ami boldogra teszi a lelkeket, és a védikus írások ezért mondanak, hogy ez a ahimsa, az erőszakmentesség, azért meg kell csinálni, hogy újra nyerni együttérzést. Ugye érezni más állatokat, őket szeretni, mindenkit kell szeretni, persze mindenkit szeretni az ő helyzete szerint, szóval, hogyha van a férjem, akkor férjem készülettel szeretem, a macskát macskán, nem fogok
házasodni macskához, hanem a férjemhez fogok házasodni. Természetesen van különbség, de érezni és megvalósítani a lelkeket csak akkor lehet, mikor ez az érzés vissza lesz állítva. És Husevés lehetetlenül teszi ezt. Nem lehet megvilágosodni a legmagasabb szintig, felébreszteni motiváltan szeretet, ami léleknek a fő életnek értelmes a célja. Ezért Husevés nagyon fontos mellőzni a lelki gyakorlatban. Igen, hát így röviden. Köszönjük szépen! Következő kérdés a tudás megszerzésére fog vonatkozni. Ugye most evidens, hogy mindenki a Google-ből, a Wikipédiáról szerzi a tudást, hagyományosabb emberek esetleg a könyvekből, de hagyományosan hogyan történik mondjuk a buddhista tradícióban a tudásnak az elsajátítás? Ezt autodidakta módon kell megszerezni, hogy valakitől kapjuk esetleg? Erről szeretnénk hallani egy kicsit. Hát, öt nagy ösvény van. Sokféleképpen lehet felsorolni, vagy felosztani az ösvényeket. Az egyik ugye ez az említett szerzetesi ösvény. Van a Mahayana szeretet ösvénye, létezik ugye a Zen, a biztos mindenki ismeri, ugye az, ami egy radikális ösvény. Létezik ugye a Vajrayana, ami az energiáknak, a gyakorlatainak az ösvénye, és létezik ugye az önfelszabadulás ösvénye, amit Dzogchen vagy Ati jógának neveznek. És ugye mindegyik egy másfajta modellt állít föl az oktatásra. Az egyéni megszabadulást nevezik ugye a szerzetesi ösvénynek, hiszen ott az ember elkülönül a karma világától és a dharma kerekét forgatja. Ebben az oktatási modell az úgy néz ki, hogy szíla vagy síla, ugye az erkölcsök betartása, szamádi, tehát ezen alapul a meditáció, és a meditáció révén jutunk el odáig, hogy a szív ki tud nyílni, és ez a tisztállátás, ezt jelenti pracsinyának vagy bölcsességnek, ami azt jelenti, hogy saját kútfőből történik a tudás. Na de ehhez mindenképpen kell egy forrás, aki a módszert megtanítja. Ezért vannak olyan tanítások a buddhizmusban, ahol nem fejti ki a Buddha, hogy az hogy néz ki, hanem azt mondja, hogy nézzetek utána, meditáljatok, jussatok el, saját magatok jussatok belátásra. Tehát itt ugye a hármas oktatási modell, síla, ami révén az ember ülni fog tudni, tartása lesz, és ellazult lesz ugye ez a nem ártásnak az állapota, az önkontroll állapota, ezáltal lehet meditációba, tehát elmérni, magunkba nézni, és ezáltal tud kinyílni a szívnek a szeme, a dharma szeme, és ezáltal látunk rá a jelenségekre, és akkor az egy hihetetlen megértést eredményez. Tehát az egyik. A másik oktatási modell, ami a Mahayana, az északi buddhizmus oktatási modellje, az úgy néz ki, hogy tavagompacsapa tibetül, tehát egy nézet, meditáció és viselkedés pont a fordítottja. Ez az oktatási modell, ez rengeteget kell tanulni. Tehát itt a fő forrás egy tanító mindenképpen, tehát az élő tanítást egy könyv nem tudja helyettesíteni. A könyvek azok ugye alapja, de ugyanúgy, mint egy gép, tehát hogy a könyv az egy alapja, de az élő, hogy megmutatja a gyakorlatát, azt egy könyv nem tudja megtenni. De egyébként ugye rengeteg szemszöveget kell ehhez elolvasni, megérteni, és vitatkozatnak, és a többi. Tehát itt egy megértéssel kell rendelkezni, hogy az ember rájön arra, hogy mivel van a baj, és miért kell meditációt végezni. De ott megérti azt, hogy miért keresztbetett lábbal, miért egyenes háttal, miért a légzés figyelésen, és a többi, és a többi. És amikor a meditációban eléri a mélyebb szinteket, ez fogja lehetővé tenni azt, hogy ő a viselkedést megfelelő módon tudja majd végezni a világban. Ugye ez a világban lévő megvilágosítás útja. Itt is egyébként nagyon-nagyon komoly látomásos tanítások vannak. Tehát ezt lehet látni, minél inkább az ember a meditációval foglalkozik, annál inkább egy magasabb fajta tudás megszerzése történik, amit így most zip file, tehát úgy lehetne egy a modern korban csomag alapú, tehát így jön a robban egyet, és tehát nem ez a szekvenciális tanulás, hogy tanulok, következő órában megyek, megint még egy kicsit hozzáteszem, hanem egyszerre történik egy ilyen robbanásszerű tudás, és tényleg megdöbbentő módon tud működni. Rövid példa erre, egyik tanító egy éves elvonását végezte, és ő egyébként vietnámi, de egy kínai vonalon volt, és egyik ilyen meditáció révén azt tapasztalta, hogy ilyen kristályhegyek veszik körül, nem tapasztalta a saját testét, és a kristályhegyekből ilyen hangok zengtek, és ő felismerte a tudata, hogy ez a dharmának a hangja, hogy átjárták ezek a hangok, és mondta, hogy kb. Egy olyan fél órának tűnt ez az egész meditatív állapot.
Majd utána nyilván megint visszakerült a testében, és ott találta magát, viszont fejből tudta a buddhizmusnak a leghosszabb szutráját, az Avatamsaka szutrát kínaiul. Tehát, hogy nagyon gyorsan is lehet tudást szerezni, csak hát toppon kell hozzá lenni. És akkor mondtuk, hogy hú, hát ez hatalmas nagy tapasztalat, hogy ez még semmi. Tehát innen indulnak a nagy dolgok, tehát gigantikus információ és tudás van, amely így megszerezhető. Az olyan tanítások viszont, ami a Zen, a Vajrayana és a Tati Yoga, az eredmény ösvényhez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy ott viszont mindenképpen kell egy forrás, aki egy olyan tanító, egy megvilágosodott lény, aki felmutatja az eredményt. Tehát ott nyilván a tudásnak az elsődleges forrása az a tanító lesz. Köszönöm. Vajsnava tradícióban honnan eredeztetjük a tudást? Van-e valamiféle folyamatossága a tudásnak a leágazásának, hogy az időnként csak fölbukkan, aztán eltűnik, de hogy a tanítónak vagy a gurunak mi a szerepe, jelentősége, és milyen tulajdonságai vannak esetleg? Bárki lehet a guru. Hát elsősorban tanító mindenbe kell mindenkinek, ugye még a gyerek koromban kanalat tartani is meg kellett minket tanítsanak, hogy kell tartani egy kanalat, hogy kell tartani egy tollat, mindenbe kell tanító, főleg, és ezek még egyszerű dolgok, de a lelki fejlődés, lelki szférák, az nagyon nehezek, és tanító nélkül, szakértő nélkül, aki be van avatva ebbe, lehetetlen eljutni magától magas szintekre. Ezért a Bhagavad Gita-ban rögtön mondja Krishna, hogy fogadd el egy lelki tanítómestert. Nagyon fontos, hogy tehát vidhi pranipatina, paripasne ne sevaya, upadiks jantitegyanam, gyaninas, tattva darsana. Mondja, fogadd el egy mestert, de ki, melyik mestert? Az, aki tattva vit, aki már felvilágosodott, aki látja az igazságot, hogy a tattva igazság, vit, az a pedig vit, véda, aki lát. Egy ilyen felvilágosodott szemét keresd meg, és fogadd el őt. És miért kell? Mert megint nekünk a bűneink, a karma, ami korlátozza a tudatunkat, tompítja a tudatunkat, akadályozza, hogy fejlődjünk. És hogyha valaki elfogadja egy tiszta lelki tanítómestert, hitelest, akkor ápicset Papa Sarvibhyo. Azt mondja, hogyha bármilyen bűnös vagy, bármilyen alacsonyabb rendben a tudatod, Sarva Papa Krittama, hogyha te elkövettél összes bűnt, szóval nagyon-nagyon el van tompítva a tudatod, még akkor is, hogyha te elfogadod egy hiteles lelki tanítómestert, akkor is te fel tudsz emelkedni a lelki szintekre. Magyarul, hogy lelki tanítómester még karmát is segít feldolgozni. Egyrészt karmát is elviszi a tanítványtól, ami akadályozza, hogy fejlődje. Viszont ez egy veszélyes dolog, hogyha valaki magától gondolja, honnan Facebookon kiírom, hogy én vagyok a guru, lehet nálam venni menedéket, én fogok tanítani mindenkit, és akkor elfogadja a tanítványokat, akkor elfogadja az a karmájukat. Nagyon sok probléma lesz. Ezért a rendszer úgy működik, hogy van egy forrás a tudásnak, ugye Isten, ahogy mondtam elején, a forrás a tudásnak. És ebben az anyagi világban ő átadja a tudást a négy csatornán keresztül, ezek a tanítók. És létezik négy guru rendszer, négy parampara, hogy is mondanak, és ott az első személy, aki megkapta Istentől tudást, ő átadja a saját tanítványnak, az a tanítvány, a legmegfelelő tanítvány, a legfejlettebb, aki tud őrizni, mert fontos még ezeknek a láncolatoknak, hogy ne legyen megváltoztatva a tudás. Mert hogyha torzítva lesz a tudás, akkor már az eredmény nem lesz az igazi eredmény. És ezért így őrizve adnak át ezt a tudást, és azok a lelki tanítómesterek, akik csatolva vannak a láncolathoz, akkor ők
ez a láncolat segít egy lelkitanító mesternek elfogadni tanítványokat és feldolgozni tanítványoknak a karmájukat. És a tudásnak, a védának van egy potencia. Úgy mondják, hogy Svarupa Shakti. Shakti ez az energiát jelent. És hogyha én most itt kiállok és csak magamtól, hát én szerintem úgy van, azzal nem fogok hatni emberekre igazán szívvel, és nem tudok felemelni. Mert az én tudásom az korlátozott, és nincs benne potencia. A lelki tanítómester láncolat által ott megy ez a Svarupa Shakti. Ezért, amikor ember elfogadja egy ilyen lelki tanítómestert, akkor ő el fog érni legmélyebb meditációkat, legmélyebb megvalósításokat, ami egyedül nem fog működni. Szóval ezért nagyon fontos lelki tanító, ugye keleti irányban az nem egy kérdés, hogy legyen hiteles, ez is nem egy kérdés, mert egyedül nem lehet. Hogyha egyedül ember meg tud tanulni, mondjuk, hogy kell akár, nem tudom, tüzet gyűjteni, illetve valahogy megtanul, ami ez is nem olyan egyszerű, de lelki dolgokat nem lehet. Lehet ember megtanul egyedül még csodálatos technológiát gyártani, ugye ez is már egy ilyen fantasztikus, amilyen most van technológia, de lelki dolgokat így nem lehet. Erre kell egy szakértők, szakbeavatott személyek, akik visznek a szívükbe a baktit, azt a Svarupa Shaktit, vagy a szeretetet, a lelki dolgokat, az szívtől szívbe terjed. Ez nem lehet könyvekből, az nem lehet sehogy elsajátítani. Ez misztikus folyamat igazából. Köszönöm, itt Bhakti Bentrabú hivatkozott az előbb a beavatott személyeknek a jelentőségére, és ugye itt Európában a keresztény kultúrkörben is ugye az első áldozástól kezdve ugye van ez a hét szentség, ami egyfajta beavatásnak félhető, hogy a buddhista tradícióban a diksának vagy beavatásnak milyen hagyományai vannak a rohallhatunk-e? Hát igazából úgy szokták inkább mondani, hogy az ösvény kapui mik, és a lemondás ösvényén, tehát a szerzetesi ösvényén, az ösvény kapuja az a menedék. A menedék feltartásának a lényege, hogy a Buddhában, a Dharmában és a Szangában vesz menedéket a szerzetes, vagy a gyakorló, és ez ugye a menedék szabályok is tartoznak. Hát tudjuk, hogy Dharma és Vinaya, tehát hogy egyrészt van ugye maga a tanítás, és van az, amit cselekszem. Ez picit most a mi világi életünkben ahhoz hasonlítható, hogy nem elég az, hogy leszeretnék fogyni, és kiteszek egy vékony női alakot a szobámba, tehát hogy magyarul van menedék, de ha nem teszek érte semmit, akkor ez csak a fele lesz a folyamatnak. De ugye az sem jó, hogy lefogyok, nem tudom, hogy miért. Tehát hogy az meg egy öncélú dolog lesz. Ez a kettő egymást feltételezik. Kell a dharma is, a cél, a tanítás, és kell hozzá a vinaja, hogy valamit teszünk. Hogy akkor mit tudom én, mondjuk 30-ról 15-re vágjuk a krémesek számát naponta, és akkor de azért, mert hogy van egy célunk. Tehát igazán az ösvény kapuja az ez. Ez nyilvánvalóan a Buddha idejében azért volt beavatás, mert a Buddhának saját fénye volt, és azért egy ilyet tapasztalni az megrendítő. Tehát hogyha valaki azt látja, hogy a másik az önmagától ragyog, az egy olyan, tehát akkor nincs kérdés. Hát nyilván ma a technológiai világban már mindenki gondolkodhatna, hogy hol vannak a mindenféle kütyük, de abban az időben azért ez nem így volt, és ugye ez egy élő tapasztalat volt. A Mahayana rendszerben, északi buddhizmusban a belépő kapu az a bodhicitta, tehát az önzetlen szeretetnek a megjelenése, ami egyébként egy elsőbbről erejű tapasztalat. Tehát azt mondják, hogy nagyon óvatosan kell vele bánni, nem nevezik beavatásnak, de ugye azt mondják, hogy az önzetlen szeretet, amikor valakiben megjelenik, és erre voltak módszerek, hogy hogyan lehet úgymond kiprovokálni, akkor az illető azt érzi, hogy a húsát is odaadná mindenkinek, hogy mindent. És azt mondják, hogy óvatosan, mert az ego, amikor visszajön, akkor egy csontvázat fog találni, vagy már se ház, se kocsi, se semmi, akkor ugye baj, tehát hogy óvatosan, de hogy egy mindent elsöprő élmény, hiszen először van az, hogy a tudat az ego fölé emelkedik, ego fölötti tapasztalata van, és egy rendkívül kiterjedt, szeretetteli, meleg, önzetlen, mindenki segítő tudati állapot, csak ugye ehhez még nem vagyunk hozzászokva, tehát mindenképpen vissza fog jönni. A zenben a beavatás azt úgy hívják, hogy a buddha tudat felmutatása, tehát ahhoz, hogy valaki egy olyan radikális ösvényt járasson, mint a zen, ehhez a mesternek maga a buddha állapotnak, ugye az üresség természetét fel kell mutatni, ezt nagyon sok esetben koanok révén mutatják meg, tehát amiben megijesztik az illetőt, de
de ahhoz a tanítónak abban az állapotban kell időzni. Tehát az nem elég, hogy valakire ráüvöltök, mert ezzel csak az ösztönöket szabadítja föl. Speciális módszer az, hogy hogyan kell a tanítványt elvinni abba a tudatállapotba, ahol az ijesztés, a ráüvöltés, a esetleg egy pofon tényleg kinyitja a tudatot és kinyitja a megvilágosodás felé. A Vajrayanában beszélnek beavatásról, ami azt jelenti, hogy a tanítónak föl kell tudni mutatni a megvilágosodásnak valamelyik aspektusát, vagy a gyönyör, vagy a világosság, vagy pedig az üresség aspektusát. Nyilvánvalóan minél magasabb tantráról beszélünk, annál inkább az ánanda a lényeg, tehát a gyönyör aspektusát mutatja föl, és az Ati jogában pedig ott meg közvetlen bevezetésről beszélünk. A közvetlen vezetésről, vagy van még ugye a Mahamudra rendszerről, pedig ugye a szemtől szembe ültetés a fénnyel, úgy hívják. Tehát nagyon fontos ez. Mindegyiknél lényegében azt lehet mondani, hogy a belépő kapu az, ami a beavatás, de igazán a beavatásról ugye a zen, a Vajrayana és aztán az Ati jogában beszélünk, amik tényleg mestertanítványuk függő rendszerek. Köszönöm szépen! Akkor a Vaisnavizmusban mi a hagyománya és jelentőség a beavatásoknak? Igen, megint mivel ugye Bhagavad Gita-ban Krisna mondja, hogy a cél a meditációnak őt megismerni, felébresztene Isten iráni szeretetet. Ehhez nekünk mostani földön járó embereknek ez egy valamilyen absztraktnak fog tűnni. Hát ki ez a Isten, mi ez a felvilágosodás, mi ez a szeretet? Nekünk nagyon fontos szerezni egy hétköznapi élményt, úgy mondjuk, hogy pratyáksa, egy közvetlen élményt. És ebben nekünk tud segíteni lelki tanítómester. Mert felvilágosodott lelki tanítómester, ő rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, a megítélettel, a szeretettel, másokkal való törődés, nem magát előtérbe helyezve, hanem másokat, és ez az Istennek a tulajdonságai, a szeretetnek van a tulajdonságai. És a lelki tanítómesterben látva ezt, mi el tudjuk képzelni, hogy aha, akkor valahogy valami ilyesmi a lelki felvilágosodás, valahogy ilyen tulajdonságuk, valahogy Isten is ilyen kedves és ilyen lehet. Szóval erre kell lelki tanítómester. És utána, amikor történik a beavatás, vagy avatás, ez azt jelenti, hogy akkor én elhatároztam, jó, akkor én szánnak az én életemet erre az útra, és teszek egy fogadalmat. Jó, akkor én ezen túl szeretnék követni, mert látom a lelki tanítómesteremnek a bizonyos szintig tört csak tudott látni, mert felvilágosodós embert nem lehet megérteni, de legalább külső tulajdonságok alapján el tudok képzelni, hogy milyen mély belül ez a személy, és én szeretnék olyan lenni, mint ő. És én tudom, nekem nagy bizalom, hogy én, hogyha őt követem, mert ő már ezt megcsináltam, ő elérte ezt a szintet, és én is szeretnék ilyen lenni, mert látom, hogy ő mindig boldog, mindig kiegyensúlyozott, uralkodik a dühön, nincs is düh, mert ő, aki szeret valakit, mindenkit, az nincs düh, nincsen erről szó, nincsen irítség, teljesen önzetlen, és akkor én tudom, hát ő ugyanezt az utat ment, követte saját guruját, lelki tanítómestert, és hogyha én is ugyanúgy követem, én ugyanolyan leszek, mint ő. Hát pont olyan nem, de, mert ugye nem fogunk egyé válni, de elérem azt a szeretet szintet, ugye. És avatáskor ez történik, hogy tanítványokor mondja, ígéri, jó, én most követem hőségesen a te útmutatását, gyakorlatok által, nem csak szavakban, hanem a testtel, beszéddel és a elmével, vágyaimmal. És lelki tanítómester, ő is esküszik ilyenkor, a beavatáskor, vagy avatás napján, ceremónián, hogy ő megígéri, hogy ő visszaviszi tanítványt a lelki állapotba, lelki világba, vagy lelki szeretethez. Szóval ez az avatás és beavatás. Ennélkül megint nem lehet elérni dolgokat, mint hogyha valaki akarja lenni egy sebész, és
ő jár sebészet vagy orvosi egyetemre, de nem iratkozott fel. Csak ott járkál, minden tanra, és tanul, és utána 5 év múlva, amikor a többi diák már megkaptak diplomát és elmentek műtőbe dolgozni, akkor ez az ember besétál a műtőbe, mondja, na, a páciens, akkor kezdek itt kivágni neki dolgokat, és akkor mondja, hát bocsi, hát hogy? Hát én tanultam. Jó, de te egy hiteles rendszerben tanultál? Nem. Mert nem fogadtad el a hiteles rendszert, akkor a kórház nem fogadja el téged, mint egy hiteles szakértő. Neked kell egy hiteles, állami, törvényes, megerősített diploma. Szóval ugyanúgy lelki dolgokban ott van a lelki tanítómesterek, amikor van ez az avatás, akkor én kezdek lenni hiteles tanítvány, a hiteles lelki tanítómesternek, és akkor garantált eredmény. Köszönjük. Most akkor egy kicsit nézzük meg, hogy hogyan telik egy ilyen lelki gyakorlónak, hívőnek az élete a hétköznapjaiban, hogy mondjuk egy buddhista tradíciót követő személy mit csinál, hogyan kell föl reggel, van-e valami napi rutinja, valami fajta imádat, valamiféle meditáció, amit mindenféleképpen végez, illetve ezt, hogyha végzi, akkor hol végzi? Mindig el kell menni egy templomba, vagy otthon, vagy az utcán, vagy a Dunaparton? Hát ez meg ugye az ösvényeknek a sok színűsége szerint változik, hiszen alapvetően egy szerzetes, régen úgy volt a felosztás, hogy voltak a szerzetesek, voltak ugye a világiak, és voltak a világiak szerzetesek és a jógik. És ugye egy világi személynek hagyományosan, hogyha Ázsiában jártok, akkor tulajdonképpen erkölcsi tanításokat adtak, tehát ugye a karma tisztítás, vagy a karmával való eljárás, nem ártásnak a különféle tanításait, és tulajdonképpen a világi személyek azok, hát mondhatjuk úgy, hogy egyfajta népi szintjét élik meg, mondjuk népi buddhizmusnak lehet nevezni, tehát templomba járnak, imádkoznak. Nagyon érdekes egyébként, hogy ki miért és hogy, tehát vannak, akik világi dolgokért, valakik pedig spirituális dolgokért, és lényegében azt mondták, hogy a világi személyek azok ugye támogatják a szerzeteseket, tehát ételfelajánlással, ruhafelajánlással, ennek külön ünnepei vannak, és ezáltal egyfajta kölcsönösség volt. Ők viszont ugye a szerzetesi rendszer meg tanításokkal, gyógyítással például, szertartások megtartásával lényegében egy ilyen adókapok rendszerben működtek. Ez ma összeomlott, úgy tűnik Ázsiában is lassan összeomlott, és ugye voltak a jókik, akik pedig elvonultak. Hát ma nagyon kevesen vonulnak el, Sri Lankán a 2 millió szerzetesből 36 ezer lett. Tehát azt lehet látni, hogy ma az egész buddhizmusnak a rendszere az egy átalakulás előtt áll, és alakul is át, és megint kiemelkedővé kell válni a hétköznapi gyakorlásnak. Nyilván egy kolostori rendszerben a kolostori életmódot élik, ami más a déli buddhizmusnál, más a tibeti buddhizmusnál, de napi rutinban. Tehát valahol ugye 4:30-kor kelnek, ugye lent a déli buddhizmusnál valahogy 3 óra üléssel indítanak, vannak testgyakorlatok is természetesen, és akkor délután vannak a tanulmányok, attól függ, hogy a koltuló rend, akkor ugye ki kell menniük, hogyha nem, akkor meg ugye nem. A tibeti rendszerben is általában ugye a tárapudzsával kezdenek, mandala felajánlással, ugye az univerzumot felajánlják a megvilágosodottaknak, aztán vannak ugye a tanulások, a különféle egyéni tanulmányok, és aztán utána a végén mindig vannak ugye az esti pudzsák. És akkor ebből valaki, hogyha bizonyos szintet elér, mondjuk, vizsgák vannak, akkor mehet a tantrikus kollégiumokba, és akkor ott lehet elvonulni. Általában egy mester döntött, hogy valaki alkalmas az elvonulása, vagy sem. Háromfajta bölcsességben mérik ezt, tehát van a meghallgatás bölcsesség, hogy mennyire tudom befogadni a tanításokat, a gondolkodás bölcsesség, hogy mennyire értem őket, és aztán utána a meditáció bölcsessége, aminél azt mondták, hogy ha valakinek már nincsen kérdés, és nem azért, mert IQ-lájtos, hanem már nincs, akkor mehetett elvonulni, és akkor meditálhatott ugye az igazságon. Na de az is jelent, hogy ha valaki elvonulni megy, akkor nagyon sok gyakorlattal kell rendelkezni, mert az elvonulásból nem lehetett betegen kijönni. Tehát ott az elvonulásnak az egyik lényege, hogy az ember rájön arra, hogy én teremtem a problémát, nekem is kell megoldanom. Tehát nincs, hogy hívjuk az orvosunkat, a pszichológusomat és az ügyvédemet, ez a testbeszédtudat szintjén a kiszolgáltatottság. A testemért az orvosom felel, a lelkemért a pszichológusom, a dolgaim miért meg az ügyvédem. Nem, ott nekünk, mi vagyunk az orvosunk, mi vagyunk a pszichológusunk, mi vagyunk a saját ügyvédünk.
tehát egy elvonulás éppen ezért föl kellett készülni. Úgyhogy elvonulás napirendje nagyon kötött, ott, tehát egyszerűen ugye a füstölővel mérték régen az időt, nem voltak órák, és megvan, hogy a hajnaltól ott 6x2 órát kellett gyakorolni, vagy 4x2 órát gyakorolni, és megvan, hogy időközökben mit lehet csinálni. Tehát nagyon kötött. Nyilván az olyan elvonulás, amikor az illető már a meditatív állapotban tud egy hétig időzni, ott már nincs napirend, mert egy hétig abban van. Tehát ül. Kétköznapi szinten azt mondják, hogy a két kiemelt időpont a reggel és az este, hiszen középutat gyakorlunk, ahol átmegy ugye az éjszakából a nappalba, és a nappalból az éjszakába, ezek azok a kiemelt időpontok, ahol mozgás, meditációs, mozgás-légzés-meditációs gyakorlatot érdemes végezni. Ma nagyon fontos a fizikai testünk, hogy azzal is foglalkozunk, tehát a mozgás gyakorlatok, az egészség megőrzése és a légzés, hogy meditáció az hatékonyan tudjon menni. A telet azt nem ajánlják gyakorlásnak. És ugye ezen belül, hogy ki milyen rendszert végez, hogy tantrikus rendszert, és ott a mantra gyakorlatok nagyon lényegesek, vagy például felajánlások a Mahayana rendszerben, ez már nyilván a vonaltól függ. Úgyhogy ez alakul, és valószínűleg, hogy elő fog jönni a buddhizmus majd azokkal a tanításokkal, ami elmondja, hogy hétköznapi emberek milyen módon tudják integrálni ugye a dharmát a karmába, tehát hogy hogyan tudják a hétköznapi szinten is úgy gyakorolni, hogy tényleg fejlődés lehessen. Tulajdonképpen nem válaszoltam el a kérdésre, mert a buddhizmus egy elég jellemző. Köszönjük szépen. Mondjuk hogyan néz ki hasonló megvilágításban mondjuk egy vajisnava gyakorlónak az élete? Általában jellemző, hogy templomokba járnak el imádatot végezni, vagy inkább otthoni oltár, mint amit láthatunk, ugye a PowerPoint-os kivetítésen ára járnék, mert ugye otthon volt egy kis szép képekkel földíszített oltár, ahol otthon fudzsászkodnak, ez jellemző a Krisna hívőkre. Természetesen jó, hogyha van valamilyen központ, templom, ahol van valamilyen imádat, mert akkor annak a hangulat, az atmoszféra, az lelki, az nagyon jó emelő tudatot. Ott vannak a szentek, a templomok azért vannak, kolostorok, hogy ott vannak a szentek, és embereknek legyen lehetőség oda menni velük társulni, és akkor ezáltal felemelkedik. Ez egy fontos dolog. A másik, hogy milyen mondjuk a gyakorlat, mondjuk egy hétköznapi embereknek a Krisna tudat. A Krisna tudat az azt jelenti, hogy nem kell semmit kidobni az életből, nem kell semmit otthagyni, hanem hozzá kell adni. Istent kell hozzáadni az életre. Hogyha én megyek úgyis vásárolni valami ennivalót, akkor vásároljak, hogy Istennek vásároljak. Mert mondjuk Krisna tudatban minden, amit én megeszem, én megfőzöm, nem kóstolok, mikor főzök, és akkor utána van egy oltár, és felajánlom Istennek, meghálálom, mert ez minden az ő szeretetje felém, hogy én tudok finom dolgokat enni. Szóval csak akkor úgyis eszek. Ugye úgyis kell ennem, mert test legyen egészséges, harmóniával, akkor hozzá kell adni Istent, akkor Isten örömére eszek. Hogyha én emberekkel kommunikálok, akkor úgy kommunikálok, hogy Isten legyen velem elégedett. Szóval ez a lelki egyik gyakorlata, hogy hozzáadom Istent az életembe, és a fő lelki gyakorlat, ami már meditáció része, és ez bárki teheti, ezt nem kell kolostorba elvonulni, mert ebbe korban ez egy leghatékonyabb módszer, ami olyan erős, hogy még a városban is gyakorolható, másképp mély meditációt csak elvonult helyeken lehet gyakorolni, hegyekben, meg ilyenek helyeken, főleg az joga, igazi joga gyakorlatokat, ugye. De a Hare Krishna mantrát énekelve ember bárhol tud ezt csinálni. Ez a fő gyakorlat, ugye meg volt írva, hogy vannak négy korszak az univerzumban. Van a Satya Yuga, ez az aranykorszak, hogy szoktak mondani, akkor van Dvapara Yuga, akkor van a Treta Yuga, Kali Yuga, van ilyen négy korszak. Mi most vagyunk Kali korszakban, Kali Yugában, a háborúknak, a félreértéseknek a korszakában. És ebben ezért, és az oltár mondta, a buddhizmus alakítja át a gyakorlatokat, mert elvonult gyakorlat nagyon
nem mondjuk lehetetlen, de majdnem. Majdnem. Igen. És akkor egyik védikus írás magyarázza, hogy Harjárnáma, Harjárnáma, Harjárnáma évekévalam, Kaló, Nasztjeva, 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 Gatir, Anyadha. Azt mondja, a felvilágosodós útja, ami most gyakorolható, és eredményt fog hozni, akármilyen körülményekben vagyunk, ez a Harjárnáma, a mantrázás, vagy a szent név, Istennek a neve éneklése. És ezért fő-fő meditáció Krisna tudatban, az egy lehet látni nála, mindig így kezembe veszem, amikor nem beszélek. Van egy fűzér, japa, japa lánc, 108 golyóból, és akkor ezen a napi szinten, hát ki mennyire, valaki csak próbálkozik, valaki már érzi, hogy annak van hatása, akkor ő nagyobb száma mantrákat mond, és akkor ezen úgy szoktok mondani, hogy Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, és akkor itt tovább megyünk tovább. És ez a mantra, ami tisztítja a szívet, ez egy transzcendentális vibráció, meditáció, ezen a meditáció által, persze követve a szobályokat, ami nem lehetne az nélkül meditálni, amit beszéltünk korábban, ahimsza erőszakmentességgel kezdve, ember el tud érni a mantra siddhik. Ugye mantra siddhi, ez azt jelenti mantranak a tökéletessége, és hogyha Hare Krishna mantrát énekel valaki, megint lelki tanítómester mellett, vagy a vezetése alatt, mert megint mondtam, ez nagyon kifinomult dolgok, és ő segítsége mellett ember eléri legmagasabb szinten ez a Hare Krishna gyakorlata. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű, mellette mindenki megy, meg kell fenntartani a családját, kell dolgozni, és még ez mellett is lehet lenni jógi. Ugye bhakti jóga, ez a szeretetnek a jógája, és ez a lényeg, ez a Hare Krishna mantra éneklés. És akkor minden rendben lesz embernek az életében. Köszönöm. Akkor itt részben már a következő kérdésre is választ kaptunk, hogy mondjuk egy Krishna hívő esetében a meditációnak a fő tárgya, akkor az a Maha mantrának a elmélyült éneklése, illetve hogy a jellegzetes fő mantra, ugye a Hare Krishna mantra. De ugye a keleti vallásokban, nem csak a Krishna tudatban, ugye megjelenik a mantrának a fontosság, hogy a buddhizmus esetében használnak a mantrákat, illetve hogy mi a meditációnak a tárgya. Hát a meditációt azt hagyományosan lehet a tárgya felől megközelíteni, és lehet a tudati folyamat felől is megközelíteni. Tárgyból alapvetően 40 tárgya szoktak fel sorolni, ez van olyan, ami külső tárgy, tehát formával bíró, van, ami állapot, például a szeretetben való meditáció, tehát van a Buddhára való emlékezés, a Buddhanusszati például, vagy a Smriti, ha szanszkriptul nézzük, tehát lehet tárgy és lehet állapot, állapotnál lehet vizualizációs gyakorlat, tehát egy képzelet gyakorlat, összpontosítás gyakorlat, lehet szemlődő gyakorlat, tárgya a tárgy nélkül, koncepciók nélkül, tehát gondolatok nélkül szemlődő gyakorlat, elmélyedés gyakorlat. De a lényeg az az, hogy hogyan tudunk a karmából a dharma világába lépni. A karma világa az úgy működik, hogy általában, ha mondjuk egy párkapcsolatot nézünk, akkor jó az elején, közepén vége az meg. Tehát, hogy jó, nem úgy történik egy párkapcsolat, hogy hihetetlenül utáltuk egymást, úgyhogy összejöttünk, aztán valahogy, és akkor amikor szerelmesek lettünk egymásba, akkor elváltunk. Tehát, hogy a karma jellegzetesség, hogy a jó után mindig rossz jön. Nincs. A dharma, ha jó az elején, jó a közepén, jó a végén, ez nem azt jelenti, hogy akkor ez egy ilyen felhőtlen állapot, hanem ennek a magyarázata nagyon konkrét. Azért jó az elején, jó a közepén, jó a végén, mert a dharma gyakorlása tiszta jelenlét. Nem tud változni. És a karmából való kilépés az annyi, hogy összhangba hozzuk a testet, ugye a kája vakka csittat, a testet, a beszédet és a tudatot. Ez alapvetően egy meditációnál úgy néz ki, hogy van egy konkrét testhelyzet,
A beszéd az azt jelenti, hogy a légzés az elfinomodik, és a meditációval le is áll a légzés, és akkor egy gondolatmentesség állapota jelenik meg, ami azt jelenti, hogy nem mozog a tudat, nem mozog a légzés, nem, tehát nem mozognak az érzelmek, nem mozog a test. Ez az egyik összhang. Tehát errefelé törekszünk, és ekkor nyílnak a kapuk. Nyilván ennek van egy másik verziója, amikor mozog a test, mozog a légzés, mozog a tudat, ez pedig egy szertartásnál, ahol mudra, mantra és a meditáció, tehát magyarán a vizualizációval jelen a képzelet. Tehát elképzeljük az adott istenséget, mondjuk elképzeljük a mantráját mondjuk, és ugye a kezünkkel végezzük azokat a rituális cselekedeteket, amelyek, tehát magyarán mozog, mozog, mozog. Tehát a karma-dharma kérdéseben ez a lényeg, hogyha karmán túl akarunk lépni, akkor ezt itt ebben a pillanatban is meg lehet tenni, hogyha összhangba tudjuk hozni a testet, az érzelmi működésünket és a tudatot. Sajnos a karma világában nincs összhangban. Tehát a testünk megy valóval, belül éneklünk, közben a holnapi napon gondolkodunk, tehát teljes feszültség van ezen három között. Úgyhogy ezért a meditációban is, ez egy nagyon fontos szempont. Másrészt ugye, hogy a karma az a téridőnek a működése. A dharma nem. Ezt innen nehéz elképzelni, de a dharma az túl van, tehát egy szeretet az túl van a téridőn. Úgyhogy ezért a kilépési pont az úgy néz ki, hogy az a jelenlét állapota az, ami az időt transzendálja, a tiszta jelenlét és ugye az ellazultság, ami a teret. Tehát mondhatnánk, hogy ez a híres mondás az itt és most, csak ez már annyira elcsépelté vált, hogy én gondoltam, hogy ott és akkor elvonuló tábor kéne rendezni, mert tényleg annyira... Na de akkor leszünk itt és most, hogyha a testérzeteknél a légzés és a tudatállapot egyszerre van jelen, és akkor már dharmát gyakorlunk, akkor is, hogyha esetleg valaki kiabál velünk. Hogyha a testhelyzet légzés, stb. Ugye ez a jogi vonalaknál ez egy különösen fontos dolog. És ugye ebben a folyamatban a mantrázásnak az a lényege, hogy azonosulunk a mantra hangok révén egy magasabb tudatállapottal, egy magasabb lelkiállapottal. Ezért a mantrák azok mind-mind úgymond megvilágosodott tulajdonságokat szimbolizálnak, vagy, és nem csak ezt, hanem zip fájlok, ahogy mondtam, tehát tömörített tudást, önmagában tömörített tudást tartalmazó hangsorok. És például van a bölcsesség mantraja, ami Manjushi mantra, Om Marapachana Divana, az együttérzés mantraja, Om Mani Padme Hum, van az erő mantraja, Om Vajrapani Hum. Tehát, hogy mindegyik egy megvilágosodott tulajdonságot zippel magába. És hogyha megfelelő mennyiségszer az ember ezt mantrázza, betartó ugye a test és a képzelet vagy az összpontosításnak az állapotát, akkor ezek kinyílnak. Olyannyira varázslatos mesés világ, ezt csak mondom, ez a reklám helye, hogy vannak olyan mantrák, amik azt mondják, hogy ha megfelelő helyen, megfelelő időben mondja ki valaki, ott nyílik ki a dolog. Úgyhogy nagyon nagy távlata van, és hasonlóan ugye a Krisna tudatú működés, vagy ugye gyakorlatokhoz azt mondják, hogy a mantra az egy nagyon gyors ösvény. A mantra ösvénye, tehát a hanggal, a külső-belső hanggal való gyakorlás. Köszönjük. Itt elhúzott a mantrák mellett, ugye a mudrák, testhelyzetek, tehát egy komplexen működő rendszer, hogy mondjuk a vajisnavizmusban vannak ilyen szabályai, vagy külső körülményei, amik eredményessé teszik a mantrának a vibrálását. Kell-e hozzá betartani valamilyen ülőhelyzetet, ászanát? Túl szigorú nincsen. Vannak segítők, ugye, hogyha valaki lótuszülősbe ül, vagy másféle ülése pozóban, akkor ez egy kicsit segíteni tud, de mivel megint a mantra a legfontosabb, akkor hogyha valaki tudattal most is itt van a mantrán, akkor nem számít, hogy állsz, ülsz vagy fekszel. Mert pont azért kellene mondjuk a lótuszban meditálni, amikor te nem tudsz itt és most lenni, és a lótusz ülés például, vagy a Padmasana segít tudatot visszahozni. Vagy légzéksel valamikor emberek mantrázás előtt csinálnak pránájámat, azért, hogy megállítsa a tudatot, legyek most is itt. A Hare Krishna mantra, mivel egy speciális energiával van felfegyverezve, hatalmazva, vagy rendelkezik, vagy így mondjuk, hogy Bahusarva Shakti, hogy Istennek az összes energia benne van, ezért van mantrák, ami tényleg nagyon fontos ezeket betartani, még a kiejtéseket, mert minden kiejtés, ez egy energia. Ugye, ahogy mondta, a zip fájlok, hogy ez a
Bics mantrát, igen, ezek az ifárok, vannak benne energiák, és ott nagyon fontos, hogy mikor mondod, hanem minden mantrát bármikor, bárhol lehet mondani, de Hare Krishna mantrát bármikor, bárhol lehet mondani, bármilyen állapotban, sőt, hogyha még rossz állapotban vagyok, vagy egy stressz, vagy valami, és akkor mondom, és próbálok egy kicsit koncentrálni, akkor meg fogok érezni, hogy megváltozik a tudat állapotom, és tiszta fejjel tudok fogadni azt az helyzetet, ami most ettől stresszben voltam, én most stresszmentesen inkább feladattal fogok látni, hogy megoldjam. Szóval Hare Krishna mantra, annak nincsen szigorú, szóval természetesen kedvezőbb mindig reggel, ez minden joga folyamat reggel, amikor Brahma Muhurta, ugye napkelte, hogyha nagyon szigorúan mondjuk, akkor Brahma Muhurta, ez azt jelenti, hogy napkelte előtt két muhurtával, vagy mondjuk így 248 perccel napkelte előtt a legkedvezőbb meditálni időpont, az lehet akár mantra meditáció, vagy szentírások tanulmányozása, de mivel mi itt városokban vagyunk, és nem mindig tudjuk ilyenkor kelni föl a nyáron, tényleg kicsit könnyebb, mikor 8-kor kell a nap, vagy 7-kor, akkor könnyebb egy és fél, másfél órával előbb kelni. De Hare Krishna mantra, ez egy erre korszakra direkt egy ilyen mantra, ami mindig fog működni, meg a buszon is. Nagyszerű. Ugyanez a kérdés? Nem. Ez már a lótuszülés tulajdonságot már a fejemben össze is. Hát esetleg röviden, hogyha belefér néhány percben, mert aztán ugye időnkhoz lassacskán lejár. Hát ugye ez az ülő testhelyzet, meditálni jelenleg mindenben lehetne, tehát az álló testhelyzetnek a problémája, hogy nagyon bizonytalanok vagyunk, tehát az egyensúlyzavar, de vannak álló meditációk, de nagyon nehezek. És a fekvő meditációnak meg pont az ellentéte a probléma, hogy nagyon álmosak leszünk. Ugye ez a két meditációs ellenség, az idegesség és az álmosság, amit a buddhizmus az nyuszikával ábrázol, a nyuszika az álmosság, érdekes módon, tehát húsvétkor ugye nyilván alszunk, nem, csak próbáltam, és ugye az idegesség meg a majom. A majom egyébként, a majommal álmodni sem túl jó, mert az azt jelenti, hogy az idegesség démonával vannak problémák, ezeket ugye királynak hívják a gyalpóknak, de hogy ez az a két alapállapotunk, amiatt ugye az itt és most nem tud menni, ugye, hogy álmos. Álmosak vagyunk, és ugye ez az idegesség. Úgyhogy ebben a testhelyzet segít, az ülő testhelyzet, ahol ugye az ösztöneink vízszintesen vannak, és blokkoljuk az ösztönöket a keresztezett lábbal, aminek az eredménye az, hogy a tudatban, főleg, hogyha a pránák működnek, nem akar a tudat menni sehova. A behajlított térd az ugye azt mondja, hogy a negatív érzelmi állapotokat blokkolja, maga a keresztezett lába féltékenységet blokkolja, próbáljátok ki, és ami nagyon lényeges, hogy ugye a tudatosság oszlopa, a gerinc, a mérudanda, az viszont egyenes, tehát ez azt jelenti, hogy az ösztönöket lefektetjük, a tudatosság pedig áll. Tehát önmagában a keresztezett lábú ülő testhelyzet az egy középutas olyan testhelyzet, gyánászanának hívják, ugye a meditációs testhelyzetnek, ami nagyon nagyban segíti azt, hogy a tudatban a megfelelő gyakorlatot ugye végezni tudjuk. A kezeknek a lentléte az a haragot csökkenti, például ezért nem így meditálunk, hogy fönn vannak a kezek és ilyeneket csinálunk, hanem lent. Az egész testhelyzet szimmetrikus, miért? Mert a középutat követjük. Közben ugye az álbehúzás az a vágyakat csökkenti, a nyelv érinti a fogint találkozási pontját, hideg-meleg pránát kapcsolja össze, tehát légkondia van a testnek. És az összes pontnak megvan a maga funkciója, tehát ezért mi a buddhizmusban a padmászanát azt egy erekének tartjuk, és például a zenben ez annyira konkrét, hogy azt mondják, hogyha valaki föl tudja venni a buddha testhelyzetét, abban a pillanatban a buddhának a tudatállapota is megjelenik. Tehát ez iskola függő, de ez a keresztezett lábú egyenes háttal ülünk, ez egy olyan gyakorlat, például a nyelv, hogy nem mozog a nyelv, az például leállítja a belső beszédet. Ugye amikor belül megy a akkor mozog az egész, hogy valaki mondja is. A szemnek a leállása például az a belső gondolat képeket állítja le, tehát hogy a szem leáll, akkor nem jelennek meg gondolatképek, ezek egymásra hatnak. Úgyhogy ilyen értelemben ugye van ennek egy anatómiája, ez tehát a testhelyzet, és mi van a másik, és ez az Alzheimer. Volt.
testnézeten kívül ott még, hogy a másik része a kérdések. Egyébként lényegtelen, mert ugye... Úgyhogy mi használjuk az ászanákat, ugye a testhelyzeteket, és ezek közül is ugye a padmászanát, és ugye azért például elsődleges szempontból a buddhista mozgás gyakorlatoknak az a cél, hogy ezt az ászanát föl tudjuk venni. Van olyan rendszer, hogy 12 éves mozgásgyakorlat iskola csak ezt célozza, hogy a végén ez a testhelyzet, ez sikerüljön, mert akkor az a fajta tudatállapot meg is jelen, hogy az ember is ugye a mokohó jogának hívják, vagy az, hogy ugye, mint hogy a gerinc, mint hogy a pénzérmék lennének egymásra rejtve, tehát olyan szinten tudjon az ember kiegyensúlyozott állapotba kerülni, hogy semmilyen erőfeszítést ne jelentsen az ülés, és ebben az esetben ugye azt szokták csinálni, már ugye ez egy magasabb jogik által követett út, de elvonulásban mindenkinek meg kell tanulni ülve aludni. Tehát ezt vagy úgy csinálják, hogy látákban ülnek, tibeti rendszer, vagy pedig ugye a kínaiak azok kikötözik magukat, úgyhogy mindenféle variáció van, de azért ezek ilyen komolyabb aszkéta gyakorlatok. Van olyan vonal a buddhizmusban, ez a dutanga vonal, ahol megfogadják, hogy soha az életben többet nem fekszenek le. De ez kemény. Úgyhogy ez nem tudom, mi volt a kérdés, de ez egyfajta válasz volt. Szóval, következő kérdést, akkor nem engednek most már el, hogy ugye számtalanféle gyakorlat van, ugye megbeszéltük, ugye, hogy az életvitelét szabályozza az ember, elfogad egy magasabb szintről érkező tudást, ugye elkezd mantrákba vibrálni és meditálni, de mi a végcél a buddhizmusban? Mi az, ami motiválja az embert, hogy ezt a számtalanféle korábbi életétől adott esetben jelentősen eltérő gyakorlatot végezze? Hát a végcél, ugye, mint dukhának, nagyon sokszor a dukhát, a kiindulási pontot, a szenvedésnek fordítják. Azért azt érdemes tudni, hogy a dukha az kibillentséget jelent alapvetően, amikor a tengely nem illeszkedik a kerékbe. Ez volt az egyik ilyen szimbóluma annak, amilyen állapotban most vagyunk. És ugye a cél az lenne, hogy középre kerüljünk. Ez először ugye a tengely állapotát kell megtalálni, ebben segít például a maga a meditáció, ülés és a légzés és a különféle meditációs módszerek, tehát a kiegyensúlyozottság állapotát, és utána megtalálni a közepet. Ugye a megvilágosodás a szívben történik, tehát hogyha most csak a testünket nézzük, akkor ugye a karma az ugye a karok, lábak és az érzékszerveknek a területe, mi az, ami kirántja a tudatot. Leginkább most ez, mit tapasztalunk, ugye az öt tapasztalás, és ugye mit cselekszünk, öt cselekvés. A dharma ösvénye, hogy elindulunk befelé. Önmagunk felé fordulás, ez a dharmának a kapuja, elindulunk befelé, és ugye a maga nirvána, a megszüntetés, a problémák okainak a megszüntetés, ez pedig a szívben történik. Tehát a megvilágosodás az a szívben történik. Ezt lehet úgy is végezni, hogy tényleg, ahogy erről volt szó, hogy nem változtatunk kívül. Mert egy belső folyamat, de nagyon nem könnyű külső változtatás nélkül ezt a belső folyamatot végigjárni, de tulajdonképpen egy megvilágosodott lény az abszolút középen van, és látja a jelenségeknek a természetét, ami azt jelenti, hogy látja, hogy melyek azok a dolgok, amikben nem jó menedéket venni, mert mulandóak például, mert értéktelenek, bár értékesnek mutatják magukat, és látja, hogy mik azok a tulajdonságok, mint az éberség, tanúk szerinti mérlegelés, szeretet, tudati rugalmasság, stb., amelyek értékesek, mert értékessé teszik a létezést. Tehát egyébként ugye a buddhizmus ezt annyira nem fejti ki, mint az ajurvéda, de tökéletesen egyetértünk az ajurvédán, hogy a dharma, artha, káma és a moksa. Tehát, hogy legyen dharmánk, külső-belső világnak a harmóniája, legyen artha, külső-belső források felfedezése, legyen káma, külső-belső élmények, örömök, és legyen moksa, külső-belső megszabadulás, szabadság állapot, hogy ez a cél. Ez azért nem rossz. Szépen. Valóban nem rossz. Miképpen vélekedik erről mondjuk egy Krisna hívő szerzetes? Mi a végcél? Miért érdemes ezeket a gyakorlatokat végezni? Mit várhatunk tőle? Védikus írások említenek, hogy lélek, élő lény, mindenki szeretettel rendelkezik, és mindig élt Istennel kapcsolatban, nagyon boldog érzelmi kapcsolatban, de mivel minden léleknek van egy szabad akarata, akkor valamelyik oknál fogva ő saját szabad akarata által elfordult Istentől, és ilyen állapotban, vagy ilyenkor ide kerül ebbe az anyagi világba, és
a cél az visszaállítani, visszaébreszteni ezt az Isten irányi szeretetet a léleknek. A fő tárgya ugye a meditációnak az megint Isten, Istenség legbelsőbb személyisége, akivel, aki hiányzik mindenkinek a szívébe, azért minket, hogy nekünk mindegyikünknek szívükben van egy kis, pici luk. És ez a luk mindig próbáljuk betömni. Próbáljunk fekete pénteken benne bevásárolni, dobálni a lukba a dolgokat, hogy hát ha most nem lesz az a luk, és már boldog és kiegyensúlyozott leszek. Csak az a baj, hogy ezek a dolgok bármennyit egész életünkben nem próbálják betömni a lukat, az, mivel Isten végtelen, és ez a luk, ez az ő helye, ő végtelen, ezért mi végtelenségig tudunk bármi más mesterséges folyamatokkal boldoggá tenni magunkat, sose leszünk. Mert ez a luk épp olyan, amint Isten. Ahogy ő kerül a szívünkbe, rögtön nincs luk a szívünkbe, boldogunk, kiegyensúlyozott szeretetbe fogunk élni. Ez a meditációnak a fő témája, tárgyája és prajócsanán, úgyis mondjuk eredménye, ez a legfontosabb. Mert léleknek a szeretet, úgy mondják, hogy lélek, hogy mi születünk szeretni, mint madár repülni. Ugyanúgy nekünk ez nélkül nem tudjunk teljes emberek lenni, vagy teljesnek érezni magunkat. De ugye ezért van egy Upanishad, Isó Upanishad, ott pont erről beszél, hogy Om Purnamada, Purnamida, Purna, Purnamudachyate. Ugye ez a világ teljes és tökéletes, Isten teljes tökéletes, ő teremtette ezt a világot teljes tökéletessége, és tökéletes, és a lelkek is teljes és tökéletesek. De amikor a lélek, neki van egy köztes állapota lehet, amikor lélek külön válik Istentől, aki teljes és tökéletes, akkor teljetlen és tökéletlen lesz a lélek. Szóval csak akkor lehet teljes és tökéletes, mikor mindig forrással együtt vagyunk. Akkor van teljes tökéletessége. Ez a meditációnak, felvilágosodásnak a tárgya, a célja és a végső pontja, amit a védikus írások, a mi vonalomban a Krisna tudat adományozza. Még esetleg valamit, hogy hozzá szeretnék. Önnem. Már utolsó, igen? Mielőtt visszaadom a kedves Tamásnak a szót, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi sokáig ülni és figyelni. Na jó, nagyon kedvesek. Köszönjük szépen, mert ez nagyon inspiráló volt, és nagyon felemelő, hogy a kedves ragyogó személyek itt összejöttek és hallgatták. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, és visszaadózott Tamásnak. Köszönjük. Én is csak megköszönni tudom elsősorban előadóinknak, vendégeinknek, azt hiszem, hogy megérdemelnek egy tapsot. Köszönjük szépen a szervezőknek is, hogy lehetőséget biztosítottak erre a vallásközi minikonferenciára. És köszönjük szépen önöknek is, hogy voltak kedvesek, eljöttek ide, meghallgatták, és reméljük, hogy gazdagodtak élménnyel, tudással, bölcsességgel. Köszönjük. És köszönjük szépen a Tamásnak, aki szépen levezette ezt a programot, amitől nagyon izgalmas és tartalmas volt. Neki is egy tapsot. Hogyha valakit érdekelnek a könyvek, akkor ott van a Zolinak az asztala, ott van nekünk asztalunk. Lehet szerezni, hazavinni a könyveket, védikus írásokat. Ott a buddhizmusról, lehet várok szeretettel. Köszönjük szépen, visszaadok Nárajának a szót. Köszönjük szépen. 20 perc.